Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig az Ultra hangjáték. Ma Joe Biden, illetve Donald Trump amerikai elnök jelöltek vitáját fogjuk sugározni, szinkronizálni. Azonnal bele is kezdünk, előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, ezzel is tudják támogatni az Ultra hang munkáját. Longauer András kollégám lesz Donald Trump, jó magam leszek Joe Biden, illetve Király Kinga és Csatló Zalán lesznek a CNN műsorvezetői, és mivel többször felszokott merülni kommentben kérdésként, azért más a hossza az eredeti vitának, illetve a szinkronizált vitának, mert nyilván más tempóban mondjuk fel a szövegeket, mint ahogy az eredetiben elhangzott, de természetesen semmit nem hagyunk ki, semmit nem cenzúrázunk. Fontosnak tartjuk még megjegyezni, hogy mivel az angol nyelvben időnként nagyon felszínesen fogalmaznak, ráadásul a két úriember gyakran vétett nyelvtani hibákat, nyelvbotlásokat is, ezért próbáltunk a legtökéletesebb és a leghitelesebb magyar fordításra törekedni, de bizonyára vannak benne értelmezési eltérések. Ennek függvényében kívánunk mindenkinek a vitához jó szórakozást! Jó estét! Dana Bás vagyok, a CNN Inside Politics című műsorának műsorvezetője és az Unió helyzete című műsor társműsorvezetője. Jake Tepper vagyok, a CNN The Lead című műsorának műsorvezetője és az Unió helyzete című műsor társműsorvezetője. Dana és én közösen fogunk ma este moderálni. A feladatunk a két jelölt ma esti vitájának levezetése. Mielőtt bemutatnánk őket, szeretnénk megosztani a vita szabályait a közönséggel. Trump volt elnök, a képernyő bal oldalán lesz. Biden elnök a jobb oldalon fog megjelenni. A helyüket pénzfeldobás határozza meg. Mindkét jelöltnek 2 perc áll rendelkezésére, hogy válaszoljon egy kérdésre, és 1-1 perc áll rendelkezésére a válaszadásra és a cáfolatra. További 1 perc áll a moderátor rendelkezésére a további tisztázásra vagy válaszadásra. Amikor eljön a jelölt felszólalásának ideje, az ő mikrofonját bekapcsolják, ellenfele mikrofonját pedig kikapcsolják. Ha egy jelölt félbeszakítja a másikat, amikor a mikrofonja le van némítva, akkor a képernyő előtti nézők számára nehezen lesz érthető. A vita végén minden jelölt 2 percet kap záróbeszédre. Ma este nincs stúdióközönség. A vita alatt nem engedélyezett előre megírt jegyzetek, a kellékek vagy a kampánystábokkal való kapcsolattartás. A vitára való meghívásunk elfogadásával mindkét jelölt és kampányuk beleegyezett, hogy elfogadja ezeket a szabályokat. Kérem, köszöntsék az Egyesült Államok 46. elnökét, Joe Bident, és kérem, üdvözöljék az Egyesült Államok 45. elnökét, Donald Trumpot. Uraim, köszönjük, hogy itt vannak. Kezdjük a vitát, és kezdjük azzal a kérdéssel, amiről a választók következetesen azt mondják, hogy a legnagyobb gondjuk, a gazdaság. Biden elnök úr, az infláció lassult, de az árak továbbra is magasak. Amióta ön hivatalba lépett, az alapvető élelmiszerek ára emelkedett. Például egy kosár élelmiszer, amely akkor $100 került, most több mint $120 kerül. A tipikus lakásárak pedig több mint 30%-kal megugrottak. Mit mond azoknak a választóknak, akik úgy érzik, hogy az ön elnöksége alatt rosszabbul jártak, mint Trump elnök alatt? Meg kell néznünk, hogy mi maradt nekem, amikor elnök lettem, és mi az, amit Trump úr hagyott nekem. Volt egy gazdaságunk, amely szabad esésben volt. A világjárványt nagyon rosszul kezelték. Sokan haltak meg, és csak annyit mondott, hogy ez nem olyan komoly. Csak egy kis fehérítőt kell injekciózni a karodba. Minden rendben lesz. A gazdaság összeomlott. Nem voltak munkahelyek. A munkanélküliségi ráta 15%-ra emelkedett. Szörnyű volt. Így aztán meg kellett próbálnunk újra összerakni a dolgokat. Pontosan ezt kezdtük el tenni. 15 000 új munkahelyet teremtettünk. Olyan helyzetbe hoztuk magunkat, hogy 800 000 új munkahelyet teremtettünk a feldolgozóiparban. De van még mit tenni. Többet kell tenni. A munkásosztálybeliek még mindig bajban vannak. A pennsylvániai Scrantonból származom. Olyan háztartásból származom, ahol a konyhaasztalnál, ha a hónap folyamán nem tudtuk kifizetni a költségeket, akkor probléma volt. A tojására, a benzinára, a lakhatására, egy sor dolog ára.
ezért dolgozom olyan keményen azon, hogy megbirkózzak ezekkel a problémákkal, és gondoskodni fogunk arról, hogy csökkentsük a lakásárakat. 2 millió új lakás építését biztosítjuk. Gondoskodni fogok arról, hogy a bérleti díjakat korlátozzuk, hogy a vállalati kapzsiság ne vehesse át a hatalmat. Az, amit nekem hagytak, és a vállalati kapzsiság kombinációja az oka annak, hogy most ebben a problémában vagyunk. Ráadásul olyan helyzetben vagyunk, hogy ha megnézzük, mi mindent tett ő, az ő kormányzása alatt, egyáltalán nem sokat tett. Mire elment, a dolgok káoszba kerültek, szó szerint káoszba fulladtunk. Így hát újra összeraktuk a dolgokat, megteremtettük, mondtam, azokat a munkahelyeket. Gondoskodtunk arról, hogy olyan helyzetet teremtsük, amelyben a vényköteles gyógyszerek ára, ami sok embernek komoly problémát jelent, csökkent $400 szemben $15-ral csökkentettük egy inzulin injekció árát. Egyetlen idős embernek sem kell $200-nál többet fizetnie egyetlen gyógyszerért sem a jövő évtől kezdődően, amit felvesznek a listára. És a helyzet az, hogy ezt mindenki számára elérhetővé tesszük, minden amerikai számára. Ezért azon dolgozunk, hogy csökkentsük a konyhaasztal körül felmerülő árakat. És ez az, amit el fogunk érni. Köszönöm, Trump elnök úr. Nekünk volt az országunk történetének legerősebb gazdasága, soha nem álltunk még ilyen jól, mindenkit lenyűgözött, más országok másoltak minket. Minket is eltalált a Covid, és amikor eltalált minket, elköltöttük a szükséges pénzt, hogy ne kerüljünk egy olyan nagy válságba, mint amilyen az 1929-es volt, mire a végére érünk. Tehát nagyszerű munkát végeztünk, sok dicséretet kaptunk a gazdaságért, sok dicséretet a hadseregért, a háborúk elkerüléséért és sok más dologért. Minden nagyon jó volt. De amiért soha nem kaptunk elismerést, pedig kellett volna, az az, hogy kijutottunk a Covid zűrből. Biden mandátumokat hozott létre, ez katasztrófa volt az országunk számára, de ettől eltekintve egy olyan országot adtunk nekik vissza, ahol a tőzsde valójában magasabb volt, mint a Covid járvány előtt. Senki sem gondolta, hogy ez egyáltalán lehetséges. Az egyedüli munkahelyek, amelyeket teremtett, az az illegális bevándorlóknak létrehozottak, és a Covid után visszatért munkahelyek voltak, nem végzett jó munkát, rossz munkát végzett, és az infláció megöli az országunkat. Teljesen megöl minket. Köszönöm. Nos, nézze a világ legerősebb gazdasága. Szerintem ő az egyetlen, aki ezt gondolja. Nem ismerek senki mást, aki szerint az ő idejében volt a legerősebb a gazdaság a világon. És tudják, az van, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor az ő gazdasága a gazdagokat jutalmazta. Az amerikai történelem legnagyobb adócsökkentését hajtotta végre, $2 trillió, nagyobb hiányt hozott létre, mint bármelyik elnök egy ciklus alatt. Herbert Hoover-ön kívül ő az egyetlen elnök, aki Herbert Hoover óta több munkahelyet veszített el, mint amennyivel kezdett. Az a gondolat, hogy ő tett valamit, ami jelentős volt, ott van például a hadsereg, tudják, amikor ő volt az elnök, még mindig embereket öltek Afganisztánban. Nem tett semmit, amikor elnök volt. Még mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy önök azt hitték, hogy mi egy biztonságos ország vagyunk. Az igazság az, hogy én vagyok az egyetlen elnök ebben az évszázadban, akinek az évtizedében nem haltak meg katonák bárhol a világon, szemben ő vele. Trump elnök úr, szeretnék reagálni, ha lehet. Felteszem a következő kérdést, és ezután azt csinál, amit akar azzal a perccel, amit adunk. De szeretnék visszakérdezni. Ön 10%-os vámot akar kivetni az USA-ba érkező összes árura. Hogyan akarja biztosítani, hogy ez ne tornázza fel még jobban az árak? Nem fogja őket feljebb hajtani, ez csak olyan országoknak fog sokba kerülni, amelyek évek óta átvágnak minket, mint Kína és sok más ország. Kínával szemben ez csak arra kényszeríti majd őket, hogy sok pénzt fizessenek nekünk, óriási mértékben csökkentse a deficitünket és sok erőt adjon nekünk más dolgokhoz. Biden állításokat fogalmazott meg, az egyetlen dolog, amiben igaza volt, az az, hogy a történelem legnagyobb adócsökkentését lépte meg, a történelem legnagyobb mértékű szabályozás csökkentését is én léptem meg.
Ezért jött létre az összes munkahely, és a munkahelyek csökkentek, majd visszatértek, és ő a munkahelyek visszapattanásáért kapja a dicsőséget, ezt nem teheti meg. Azt is mondta, hogy 9%-os inflációt örökölt, pedig szinte semmilyen inflációt nem örökölt, és ez 14 hónapig így is maradt. Aztán a vezetése alatt az egekbe tört, mert úgy költötték a pénzt, mint egy rakás ember, akik nem tudják, hogy mit csinálnak, és tényleg nem tudják, mit csinálnak. Ez volt a legrosszabb, valószínűleg a történelem legrosszabb kormányzása, soha nem volt még ilyen. Ami pedig Afganisztánt illeti, én valóban kivonultam Afganisztánból, de méltósággal, erővel, hatalommal vonultunk ki épp. De ő kiugrott. Ez volt a legkínosabb nap országunk történetében. Trump elnök úr, az elmúlt 8 évben mindkét kormány alatt az államadósság rekordmagasságba szökött. Egy új, pártoktól független elemzés szerint Trump elnök úr az önkormánya 8,5 milliárd dollárnyi új adósságot hagyott jóvá. Nos, eddig Biden elnök úr ön 4,3 milliárd dollárnyi új adósságot hagyott jóvá. Tehát Trump volt elnök úr, az ön által törvénybe iktatott adócsökkentések nagy része jövőre lejár. Ön azt mondja, hogy meg akarja hosszabbítani őket, és még tovább akar csökkenteni, miközben az Egyesült Államoknak trillió dolláros hiánnyal és rekordadóssággal kell szembenéznie. Miért kellene a legjobban keresőknek és a vállalatoknak még kevesebb adót fizetniük, mint most? Mert az adócsökkentések a valaha látott legnagyobb gazdaságot ösztönözték közvetlenül a Covid előtt, és még a Covid után is olyan erős volt, hogy sokkal jobban átvészeltük a Covidot, mint bármely más ország, de mi ösztönöztük ezt az adó szellemet, amikor csökkentettük az adókat, például a társasági adót 39%-ról 21%-ra csökkentettük, ezen túlmenően sokkal kevesebb adóval több bevételt értünk el, és a vállalatok dollárbilliókat hoztak vissza az országba. Az ország olyan jól ment, mint még soha. És készen álltunk arra, hogy elkezdjük az adósságok visszafizetését. Készen álltunk arra, hogy elkezdjük használni a lábunk alatt lévő folyékony aranyat, a lábunk alatt lévő olajat és gázt. Olyasmink volt, ami senki másnak nem volt. Elkapott minket a Covid, sokat tettünk, hogy helyrehozzuk. Hihetetlen helyzetbe hoztam Bident az összes kezeléssel és az összes dologgal együtt, amit kitaláltunk. Valami nagyszerűt adtunk neki. Ne feledjük, az ő kormányzása alatt több ember halt meg, annak ellenére, hogy nagy részt rendbe hoztuk a helyzetet, több ember halt meg az ő kormányzása alatt, mint a mi kormányzásunk alatt. És mi a közepén voltunk, amiről sokan nem szeretnek beszélni, de az ő kormányzása alatt sokkal több ember halt meg. Meglépte a kötelező oltást, ami egy katasztrófa volt. A vakcina megjelent, kötelezettséget rendelt el a vakcinákra, az emberek pedig ez ellen emelték a legtöbb kifogást a vakcinával kapcsolatban. Nagyon rossz munkát végzett, egyszerűen nagyon rossz munkát. És meg kell mondanom, hogy az egész világon nem tisztelnek bennünket többé, mint országot, nem tisztelik a vezetésünket, nem tisztelik többé az Egyesült Államokat. Olyanok vagyunk, mint egy harmadik világbéli ország, a választások fegyverként való használatával és a politikai ellenfél üldözésével. Mindazon dolgok miatt, amiket tett, olyanok lettünk, mint egy harmadik világbéli nemzet, és szégyen, hogy mekkora kárt okozott az országunknak. És szívesen megkérdezném tőle, és meg is fogom kérdezni, hogy miért engedte meg, hogy emberek milliói jöjjenek ide börtönökből, elmegyógyintézetekből, hogy bejöjjenek az országunkba, és tönkretegyék az országunkat. Trump elnök úr, a bevándorlásra később térünk rá ebben a blogban. Biden elnök úr, szeretnék lehetőséget adni önnek, hogy válaszoljon az államadóssággal kapcsolatos kérdésre. A 4 éves ciklusában neki volt a legnagyobb államadóssága minden elnök közül. 1-2 milliárd dollár adókedvezményt adott a nagyon gazdagoknak. Amit tenni fogok, az az adórendszer rendbetétele. Amerikában például 1000 milliárdos van, mármint milliárdosok. És mi történik? Olyan helyzetben vannak, hogy valójában 8,5% adót fizetnek. Ha csak 24%-ot, 25%-ot fizetnének, bármelyik szám 500 millió dollárt, mármint milliárd dollárt gyűjtenénk 10 év alatt. Képesek lennénk eltörölni az ő adósságát.
képesek lennénk segíteni abban, hogy biztosítsuk, hogy mindazokat a dolgokat, amiket meg kell tennünk, a gyermekgondozást, az idősek gondozását, az egészségügyi rendszerünk további megerősítését, annak biztosítását, hogy minden egyes magányos szemét jogosulttá tegyünk arra, amire én is képes voltam a COVID alatt, elnézést mindazzal foglalkozni, amit tennünk kell. Nézze, ha végre legyőzzük a Medicare-t... Köszönöm, Biden elnök úr. Trump elnök úr. Igen, szétverte a Medicare-t, halálra verte, és most tönkre teszi a Medicare-t, mert ezek az emberek mind idejönnek. A Medicare-re fogják őket rakni, társadalombiztosításra teszik őket, tönkre teszik a társadalombiztosítást. Ez az ember egyedül fogja tönkretenni a társadalombiztosítást. Emberek milliói és milliói jönnek be, megpróbálják őket a társadalombiztosításba helyezni, megsemmisítik a társadalombiztosítást, megsemmisíti a Medicare-t, tehát igaza van abban, ahogyan befejezte a mondatot. És kár, hogy nem lehet elhinni, ami az elmúlt 4 évben történt az országunkkal. Külföldi országok, sok emberrel barátkozom, nem tudják elhinni, mi történt az Amerikai Egyesült Államokkal. Már nem tisztelnek minket, nem szeretnek minket, mindent megadunk nekik, amit csak akarnak, és ők azt hiszik, hogy hülyék vagyunk. Azt hiszik, hogy nagyon hülye emberek vagyunk azért, amiket teszünk más országokért, ők meg semmit sem tesznek értünk. Amit ez az ember tett, az abszolút bűncselekmény. Köszönöm, Trump elnök úr. Dana? Ez az első elnökválasztás azóta, hogy a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a Roe kontra Wade ügy ítéletét. Ma reggel a bíróság egy újabb abortuszügyben döntött, ideiglenesen engedélyezve a sürgősségi abortuszok folytatását Idahóban az államkorlátozó tilalma ellenére. Trump, volt elnök úr, önnek köszönhető a Roe kontra Wade ügyben hozott döntés, amely visszaadta az abortusz kérdését az államoknak. A szövetségi kormány azonban még mindig szerepet játszik abban, hogy a nők hozzáférjenek-e az abortusz tablettához vagy sem. Az abortuszok 2/3-ánál használják őket. Elnökként blokkolná az abortusz gyógyszereket? Először is a legfelsőbb bíróság épp most hagyta jóvá az abortusz tablettát, és egyetértek a döntésükkel, hogy ezt megtették, és nem fogom ezt megakadályozni. És ha megnézzük ezt az egész kérdést, amit feltett, ez egy összetett, de nem igazán összetett kérdés. 51 évvel ezelőtt volt a Roe kontra Wade, és mindenki vissza akarta adni a jogot az államoknak. Kivétel nélkül mindenki, a demokraták, a republikánusok, a liberálisok, a konzervatívok, a vallási vezetők, mindenki vissza akarta állítani. Én pedig azt tettem, hogy 3 nagyszerű legfelső bírósági bírót ültettem a bíróságba, akik történetesen a Roe kontra Wade megszüntetése és az államok hatáskörébe való visszahelyezése mellett szavaztak. Ez olyasmi, amit mindenki akart. Úgy 10 évvel ezelőtt elkezdtek beszélni arról, hogy hány hét, hány egyéb mélyre ástak a dolgoknak, de a világ minden jogtudósa, a legtekintélyesebbek azt akarták, hogy ezt visszaadják az államoknak. Én ezt tettem. Most az államok dolgoznak rajta. Ha megnézzük Ohio-t, egy olyan döntés volt, amelynek végeredménye egy kicsit liberálisabb volt, mint gondoltuk volna. Kansasra ugyanezt mondanám, Texas más, Florida más. De most mindnyájan saját döntéseiket hozzák, és jelenleg az államok irányítanak. Ez az emberek szavazata, mint Ronald Reagané. Hiszek a kivételekben, olyan ember vagyok, aki hisz, és őszintén szólva úgy gondolom, fontos hinni a kivételekben. Van, akinek szívére kell hallgatnia, van, akik nem hisznek ebben, de én hiszek a nemi erőszak, a vérfertőzés és az anya élete miatti kivételekben. Szerintem ez nagyon fontos. Vannak, akik nem követik a szívüket, de nekik is meg kell választatni magukat, és mivel ez más dolgokhoz is kapcsolódik, meg kell választatnia magát. Az a baj, hogy radikálisak, mert a 8. hónapban, a 9. hónapban, sőt a születés után is elvennék a gyermek életét. Ha megnézzük Virginia korábbi kormányzóját, ő hajlandó volt erre. Azt mondta, félretesszük a babát, és mi határozzuk meg, hogy mit csinálunk a babával, vagyis megöljük a babát. Az történt, hogy visszaadtuk a kérdést az államoknak, és az ország most már összefogott ebben a kérdésben. Ez egy nagyszerű dolog volt. Szörnyű dolog volt, amit tett. Az a tény, hogy az alkotmánybírók túlnyomó többsége Roe-t támogatta, amikor döntöttek, támogatta Roe-t. És ez volt az az elképzelés, hogy mindannyian ellene voltak.
Ez egyszerűen nevetséges. És ez a fickó, aki azt mondja, hogy az államnak is meg kellene kapnia. Mi egy olyan állam vagyunk, ahol 6 hét múlva még azt sem tudod, hogy terhes vagy-e vagy sem. De nem mehetsz el orvoshoz. Nem kaphatod meg az orvosodat, és nem döntheti el, hogy milyenek a körülményeid, hogy szükséged van-e segítségre. Az az elképzelés, hogy az államok ezt megtehetik, egy kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy a polgári jogokat visszaadjuk az államoknak. Legyen minden államnak más szabálya. Nézze, annyi fiatal nő van köztük, egy fiatal nő, akit nemrég meggyilkoltak, és ő elment a temetésére. És a gondolat, hogy egy bevándorló gyilkolta meg, aki bejött, erről beszélnek, de a helyzet a következő. Rengeteg fiatal nőt erőszakolnak meg a sógorok, a háztartások, a testvérek. Egyszerűen csak ez nevetséges, és semmit sem tudnak tenni ellene. És megpróbálják letartóztatni őket az államhatáron. Köszönöm. Sok fiatal nőt gyilkoltak meg ugyanazok az emberek, akiket ő átenged a határon. Van egy határunk, ami a legveszélyesebb hely a világon. Tekintsük a világ legveszélyesebb helyének. Megnyitotta, és ezek a gyilkosok bejönnek az országunkba, és nőket erőszakolnak és gyilkolnak. Ez szörnyű dolog. Ami az abortuszt illeti, most ismét az államoknál lesz a döntés, az államok szavaznak. Őszintén szólva, sok esetben ebből nagyon liberális döntés születik. Sok esetben ennek az ellenkezője történik, de ők szavaznak, és ez visszavezeti a nép szavazatát, amit mindenki akart, beleértve az alapítókat is. Ha tudtak volna erről a kérdésről, amit őszintén szólva nem tudtak, de ha tudtak volna, mindenki azt akarta volna, hogy visszaadják a jogot az államoknak. Ronald Reagan is ezt akarta. Nem tudta megszerezni, mindenki azt akarta, hogy visszaadják, és sok elnök próbálta ezt meg. Én voltam az, aki ezt végül megtette, és ismétlem, ez az emberek szavazatára alapoz, ők ezt akarták. Minden jogtudós így akarta. Maradva az abortusz témánál, Biden elnök úr, 7 állam. Ez ugyanaz a téma. 7 államban nincsenek jogi korlátozások arra vonatkozóan, hogy egy nő a terhesség előrehaladásában meddig végezhet abortuszt. Támogatja-e ön, hogy jogilag korlátozzák, hogy egy nő milyen későn szakíthatja meg a terhességet? Támogatom. Az első alkalom a nő és az orvos között zajlik. A második alkalom az orvos és egy szélsőséges helyzet között van. A harmadik alkalom az orvos között, mármint a nő és az állam között. Nevetséges az az elképzelés, hogy a politikusok, az alapítók azt akarták, hogy a politikusok döntsenek a nők egészségéről. Egyetlen politikusnak sem szabadna ilyen döntést hoznia. Ezeket a döntéseket egy orvosnak kell meghoznia. Így kellene ezt csinálni. Ezt fogom tenni, és ha megválasztanak, visszaállítom a Roe kontra Wade törvényt. Ez tehát azt jelenti, hogy a 9. hónapban, sőt a születés után is elveheti a baba életét, mert egyes államokban a demokraták a születés után is elvehetik. Ismétlem, a kormányzó Virginia volt kormányzója letette a babát, mondván, hogy majd eldöntjük, hogy mi legyen vele. Tehát hajlandó volt, ahogy mi mondjuk, a 9. hónapban kitépni a gyermeket az anyaméből, és megölni a gyermeket. Senki sem akarja, hogy ez megtörténjen, demokraták vagy republikánusok, senki sem akarja, hogy ez megtörténjen. Ez egyszerűen nem igaz. A Roe kontra Wade nem rendelkezik erről, nem ez a körülmény. Csak ha egy nő élete veszélyben van, akkor fog meghalni. Ez az egyetlen körülmény, amikor ez megtörténhet. De mi nem vagyunk a késői terhesség megszakítás mellett. Pont, 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 pont. A Roe kontra Wade értelmében létezik késői terhesség megszakítás. Államtól függően azt tehetsz, amit csak akarsz, azt csinálsz, amit csak akarsz. Szerintünk ez nem jó dolog. Szerintünk ez egy radikális dolog. Szerintünk a demokraták a radikálisok, nem a republikánusok. 51 évig ez volt a törvény. 51 évig. Az alkotmánybíróság szerint ez volt a helyes út. 51 év, és ezt eltörölték, mert ez a fickó nagyon konzervatív tagokat ültetett a legfelsőbb bíróságra. Az ő érdeme az, hogy eltörölték. Mit fog tenni? Mit fog csinálni valójában, ha a Make America Great Again republikánusok, ha megválasztják, és a Make America Great Again republikánusok irányítják a kongresszust, és elfogadják az abortusz általános tilalmát a 6, 7, 8 vagy 10 hétnél? Valami nagyon-nagyon konzervatív
pozitív fordulat jön, alá fogja írni a törvényt. Én megvétózom. Ő alá fogja írni. Köszönöm. Térjünk rá a bevándorlás és a határbiztonság kérdésére. Biden elnök úr, az önök felügyelete alatt rekordszámú migráns lépte át illegálisan a déli határt, elárasztva a határmenti államokat és túlterhelve az olyan városokat, mint New York és Chicago, és egyes esetekben valódi biztonsági és védelmi problémákat okozva. Mindezek ismeretében miért bízzanak a választók önben, hogy megoldja ezt a válságot? Mert nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy egy kétpárti megállapodást érjünk el, amely nem csak hogy megváltoztatta mindezt, hanem biztosította, hogy olyan helyzetben legyünk, amelyben nem volt olyan körülmény, hogy a határőrség jelenlegi létszámával átjöhessenek a határon. Jelentősen megnöveltük a menekültügyi tisztviselők számát, jelentősen. Egyébként a határőrség támogatott engem, támogatta az álláspontomat. Ráadásul olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy amikor ő volt az elnök, elvitte, elválasztotta a csecsemőket az anyjuktól. Ketrecekbe zárta őket, gondoskodott arról, hogy a családokat szétválasszák. Ez nem a helyes út. Amit én tettem, mióta megváltoztattam a törvényt, ami történt, az az, hogy úgy változtattam meg, hogy most olyan helyzetben vagyunk, hogy 40%-kal kevesebb ember jön át illegálisan a határon. Ez jobb, mint amikor elhagyta a hivatalát. És addig fogom folytatni ezeket a dolgokat, amíg meg nem kapjuk a teljes tilalmat a teljes kezdeményezéshez ahhoz képest, amit több határőrrel és több menekültügyi tisztviselővel fogunk tenni. Trump elnök. Tényleg nem tudom, mit mondott a mondat végén, szerintem ő sem tudja, mit mondott. Nézze, az országunk történelmének legbiztonságosabb határáról beszéltünk. A tanácsnak csak annyit kellett volna tennie, hogy békén hagyja. Csak annyit kellett volna tennie, hogy békén hagyja. Úgy döntött, hogy megnyitja a határainkat, megnyitja az országunkat a börtönökből, elmegyógyintézetekből érkezők, terroristák előtt. Jelenleg hozzánk érkezik a legtöbb terrorista az országunkba. Az összes terrorista a világ minden tájáról, nem csak Dél-Amerikából, az egész világból. A Közel-Keletről jönnek mindenhonnan a világ minden tájáról, özöllenek befelé, és ez a fickó csak úgy nyitva hagyta. És nem volt szüksége jogszabályra, mert nekem nem volt jogszabályom. Azt mondtam, zárják le a határt. A történelem legbiztonságosabb határa volt az elnökségem utolsó néhány hónapjában a határőrség szerint, akik nagyszerűek és mellesleg támogatnak engem az elnökválasztáson. Ezt nem is mondom, de ők támogatnak engem az elnökválasztáson. Brandon csak beszélj vele. De nézze, a történelem legbiztonságosabb határa volt a miénk. Most a történelem legrosszabb határa van, soha nem volt még ehhez fogható, és emberek halnak meg mindenütt, beleértve azokat is, akik ide jönnek. Köszönöm, Trump elnök úr. Biden elnök úr. Az egyetlen terrorista, aki bármit is tett a határon túl, az egy olyan, aki jött és megölt három, és az ő kormánya alatt megölt egy Al-Qaida személy, aki bejött, és az ő kormánya alatt megölt három amerikai katonát. Megölt három amerikai katonát. Ez az egyetlen terrorista. Nem azt mondom, hogy egyetlen terrorista sem jutott át az ötlettel. Kiürítik a börtöneiket, mi befogadjuk ezeket az embereket. Ez egyszerűen nem igaz. Nincs adat, ami alátámasztaná, amit mondott. Ismét csak túloz. Hazudik. Trump elnök úr, a bevándorlás témájánál maradva, ön azt mondta, hogy az amerikai történelem legnagyobb belföldi deportálási műveletét fogja végrehajtani, idézőjelben. Ez azt jelenti, hogy deportálni fog minden papírok nélküli bevándorlót Amerikában, beleértve azokat is, akiknek van munkájuk, beleértve azokat is, akiknek a házastársa állampolgár, és beleértve azokat is, akik évtizedek óta itt élnek. És ha igen, hogyan fogják ezt megtenni? Csak egy pillanat. Azt mondta, hogy három embert öltünk meg. Akiket megöltünk, azok Al-Baghdadi és Soleimani, a két legnagyobb rém, a legnagyobb terroristák a világon. És ez óriási hatással volt mindenre, nem csak a határa, mindenre. Ő az, aki rossz vízzel megölte az embereket, beleértve több százezer ember halálát, és a mi polgárainkat is megölte, amikor bejöttek. Most pedig egy patkányfészekben élünk, megölik az embereinket New Yorkban, Kaliforniában és az Unió minden államában, mert már nincsenek határaink.
most már minden állam határ, és nevetséges, őrült, nagyon ostoba politikája miatt az emberek bejönnek, és olyan mértékben gyilkolják a polgárainkat, amelyet még sosem láttunk. Mi ezt migránsbűnözésnek hívjuk, én Biden migránsbűnözésnek hívnám, olyan szinten gyilkolják a polgárainkat, amelyet még sosem láttunk. Mint ez a három hihetetlen fiatal lány az elmúlt napokban. Az egyiküknek most beszéltem az édesanyjával, most volt a temetése ennek a 12 éves lánynak. Ez szörnyű. Mi történt? Mi történt az országunkban? Szó szerint civilizálatlan ország lettünk. Nem akarja, hogy az legyen, egyszerűen nem tudja. Megnyitotta a határokat. Soha senki nem látott még ilyet, és sok ilyen embert ki kell juttattunk, méghozzá gyorsan, mert tönkre fogják tenni az országunkat. Csak nézzék meg, hol élnek. Luxus szállodákban élnek, New York Cityben és más helyeken. Veterányaink az utcán vannak, azért halnak meg, mert nem törődik a veterányainkkal. Nem érdekli. Egyáltalán nem szereti a hadsereget, és nem törődik a veterányainkkal. Senki sem volt rosszabb. Nekem volt a legmagasabb a veteránok körében, a VA gondozásában a legmagasabb elfogadottsági arány. Neki a legrosszabb. Megszabadult minden olyan dologtól, amit én hagytam jóvá, ami a kongresszuson keresztül lett vive, minden olyan dologtól, amit jóvá hagytam. Elhagyták. Nálunk volt messze a legmagasabb, és most kevesebb, mint a felére csökkent, mert ezt tette ezekkel a nagyszerű dolgokkal, amiket mi tettünk. És azt hiszem, csak azért tette, mert jóvá hagytam. Ami őrültség. De annyi embert ölt meg a határainkon azzal, hogy beengedte ezeket az embereket, és ez egy nagyon szomorú nap Amerika számára. Biden elnök, önnél van a mikrofon. Minden egyes dolog, amit mondott, hazugság. Minden egyes dolog. Például a veteránok sokkal jobban vannak, mióta elfogadtam a PACT törvényt. Közülük 1 millióan már rendelkeznek biztosítással, és a családjaik is rendelkeznek biztosítással. A családjaiknak van, mert ami történt, akár az Agent Orange, akár az égető gödrök miatt, most már mindannyian biztosítva vannak. És ő ellenezte, az ő csoportja ellenezte ezt. Mi is olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon tiszteljük a veteránokat. A fiam 1 évet töltött Irakban, az egyik égető gödör mellett lakott, és 4-es stádiumok glioblasztómával tért vissza. Nemrégében Franciaországban voltam a D-napon, és beszéltem az összes meghalt hősről. Elmentem a második világháborús temetőbe. Az első világháborús temetőben nem volt hajlandó elmenni. Ott állt a 4 csillagos tábornokával. Ez a tábornok elmondta nekem, hogy ő itt azt mondta, nem akarok oda menni, mert ezek egy rakás lúzer és balek. A fiam nem volt vesztes, nem volt balek. Te vagy a balek, te vagy a vesztes. Trumpának. Először is ez egy kitalált idézet volt, a balegok és vesztesek, ők találták ki. Ez egy harmadosztályú magazinban volt, amely bukásra áll, mint sok ilyen magazin, ezt ő találta ki, reklámokba tette be. Értesítettük őt, 19-en mondták, hogy nem én mondtam, és gondoljanak csak bele. Ki mondaná ezt, amikor a temetőben vagyok, vagy a veterányainkról beszélek? Mert senki sem gondoskodik jobban róluk. Annyira örülök, hogy ez szóba került és felhozta. Nincs senki, aki jobban gondoskodik a katonáinkról, mint én. Azt gondolni, hogy a tábornokok és mások előtt azt mondanám, hogy balekok és lúzerek. 19 emberünk mondta, hogy ezt sosem mondtam, ezt ő találta ki, ahogyan Oroszország is kitalált volt, ahogyan az 51 hírszerző ügynök is kitalált, ahogyan az új dolog is, amiről a 16 közgazdász beszél, ez ugyanaz a dolog. 51 hírszerző ügynök szerint a laptop orosz dezinformáció volt, nem az volt, ez a fiától, Huntertől jött. Ez nem orosz dezinformáció volt. Ő találta ki a balekok és vesztesek mondatokat is, szóval bocsánatot kellene kérnie, most rögtön. 4 csillagos tábornok állt az oldalán, aki azt mondta, hogy ezt mondta pont. Először. És másodszor az ötlet, hogy bocsánatot kell kérnem tőled bármiért is. Többet tettünk a veteránokért, mint bármelyik elnök az amerikai történelemben, és most a családjaikkal vannak. Az egyetlen szent kötelességünk országként az, hogy gondoskodjunk a veteránjainkról, amikor hazatérnek, és a családjaikról, és felszereljük őket, amikor háborúba mennek. Ezt tesszük. Ezt teszi most a veterán ügynökség. Többet tesznek a veteránokért, mint valaha a történelmünk során. Rendben, köszönöm szépen.
Térjünk át a külpolitika témájára. Oroszország Ukrajna elleni háborújával szeretném kezdeni, amely immár harmadik éve tart. Trump volt elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondja, hogy csak akkor vett véget ennek a háborúnak, ha Oroszország megtartja a már magának követelt ukrán területeket, és Ukrajna lemondaná NATO csatlakozási szándékáról. Putyin feltételei elfogadhatóak az ön számára? Először is veteránjaink és katonáink kinek állhatják ezt a fickót, kinek állhatják őt. Szerintük ő a legrosszabb főparancsnok, ha így nevezzük, akit valaha is kaptunk. Kinek állhatják őt, szóval tisztázzuk ezt. És engem jobban szeretnek, mint szinte bármelyiküket. És ez minden egyes információn alapul. Ami Oroszországot és Ukrajnát illeti, ha lenne egy igazi elnökünk, egy olyan elnök, aki tudta, hogy Putyin tiszteli, sosem szállta volna meg Ukrajnát. Rengeteg ember halt meg most, sokkal több, mint amennyit az emberek tudnak. Tudja, amilyen számokról beszélnek, megduplázhatják ezeket a számokat, talán megháromszorozhatják őket. Nem tett semmit, hogy megállítsa. Sőt, szerintem Oroszországot is bátorította, hogy vonuljanak be. Elmondom, mi történt. Annyira rossz volt Afganisztánnal, ez egy olyan szörnyű szégyen volt az országunk történelmének legkínosabb pillanata, hogy amikor Putyin látta ezt és látta a hozzá nem értést, ki kellett volna rúgnia azokat a tábornokokat, ahogy én is kirúgtam azt, akit említett, ki kellett volna rúgnia azokat a tábornokokat. Egyetlen tábornokot sem rúgtak ki országunk történelmének legkínosabb pillanata miatt, Afganisztánban, ahol több mint 1 milliárd dollárnyi felszerelést hagytunk hátra. Elvesztettünk 13 katonát és 38 katonát tettek tönkre, és mellesleg embereket is hátrahagytunk, amerikai állampolgárokat hagytunk hátra. Amikor Putyin ezt látta, azt mondta, tudod mit, azt hiszem, bemegyünk. Ez volt az álma. Beszéltem vele az álmáról. A különbség az, hogy ő soha nem szállta volna meg Ukrajnát. Soha. Ahogyan Izraelt sem szállta volna meg a Hamász. Tudják miért? Mert Irán szakított velem. Nem engedtem, hogy bárki üzletet kössön velük. Elfogyott a pénzük, tönkrementek. Nem volt pénzük a Hamászra, nem volt pénzük semmire. Nem volt pénz a terrorra. Ezért nem volt semmilyen terrorra az én kormányzásom alatt. Ez a hely, az egész világ felrobban Biden alatt. Biden elnök úr. Soha nem hallottam még ennyi baromságot, soha életemben. Nézze, a tényállás a következő, hogy olyan helyzetben vagyunk. Vegyük először az utolsó pontot. Irán amerikai csapatokat támadott meg. Megölte, agykárosodást okozott számos ilyen katonának, és ő nem tett semmit ezzel kapcsolatban. Nemrégiben, amikor ő volt az elnök, és ők támadtak, azt mondta, hogy csak fejfájásuk van. Ennyi az egész. Nem tett semmit, amikor a támadás történt először. Másodszor több mint 100 000 amerikait és másokat hoztunk ki Afganisztánból légi szállítással. Harmadszor olyan helyzetbe kerültünk, ahol ha megnézzük, mit csinált Trump Ukrajnában, ez a fickó azt mondta Trumpnak, hogy csináljatok, amit akartok, amit csak akartok. Pontosan ezt tette Trump Putyinnal. Bátorította őt, hogy tegyen, amit akar. És bement, és meghallgatta, amit mondott, amikor bement. Kijevet 5 nap alatt akarta elfoglalni. Emlékeznek, mert az a régi Szovjetunió része. Ezt akarta visszaállítani Kijevet. És ő valójában egyáltalán nem tette meg. Nem tette, nem tudta megcsinálni. És elvesztettek több ezer, több mint 500 000 katonát vesztettek. Trump elnök úr, mindjárt visszaadom a szót egy percre, csak vissza szeretnék térni az eredeti kérdésemhez, ami az, hogy Putyin feltételei elfogadhatóak-e az ön számára, hogy megtartsa a területeket Ukrajnában. Nem, ezek nem elfogadhatóak, de nézze, ez egy olyan háború, amelynek sosem lett volna szabad elkezdődnie. Ha lett volna egy vezetőnk ebben a háborúban, mindenkit megvezetett. Most 200 milliárd dollárt vagy még többet adott Ukrajnának. Adott 200 milliárd dollárt, ez rengeteg pénz. Nem hiszem, hogy valaha is volt ehhez hasonló. Minden alkalommal, amikor Zelenszkij ebbe az országba jön, 60 milliárd dollárral távozik. Ő a valaha volt legnagyobb üzletkötő. És én nem akarom őt leszólni, semmit sem kifogásolok, csak azt mondom, hogy az a pénz, amit erre a háborúra költünk, és nem kellene költenünk. Ennek sosem lett volna szabad megtörténnie. Megválasztott elnökként még január 20-i hivatalba lépésem előtt elintézem ezt a háborút Putyin és Zelenszkij között. Ezt a háborút elintézem, embereket ölnek meg olyan feleslegesen, olyan ostobán, és én elintézem.
gyorsan elintézem, még mielőtt hivatalba lépek. Tény, hogy Putyin háborús bűnös. Emberek ezreit és ezreit ölte meg, és egy dolgot világossá tett. Vissza akarja állítani azt, ami a szovjet birodalom része volt. Nem csak egy darabot. Egész Ukrajnát akarja, ezt akarja. És akkor azt hiszed, hogy itt megáll? Gondolod, hogy megáll, amikor ha ő átveszi Ukrajnát? Mit gondolsz, mi történik Lengyelországgal? Mit gondol Fehér Oroszországról? Mit gondol, mi történik ezekkel a NATO tagországokkal? Tehát ha háborút akar, akkor ki kellene derítenie, hogy mit fog tenni? Mert ha valójában azt teszi, amit mond és elsétál, egyébként az összes pénzt, amit Ukrajnának adunk, azt itt az Egyesült Államokban gyártott fegyverekből fegyvereket adjuk nekik, nem a pénzt. És a NATO szövetségeseink ugyanannyi támogatást adtak Ukrajnának, mint mi. Ezért van az, hogy ezért vagyunk erősek. Köszönöm. Térjünk át a Közel-Keletre. Októberben a Hamas megtámadta Izraelt, több mint 1000 embert megölve és több száz túszt ejtve. A fogvatartott és feltételezhetően még életben lévő személyek között 5 amerikai is van. Izrael válaszlépései palesztinok ezreit ölték meg, és humanitárius válságot okoztak Gázában. Biden elnök úr önjavaslatot tett a konfliktus megoldására. A Hamas azonban mindeddig nem engedte szabadon a megmaradt túszokat, Izrael pedig folytatja a katonai offenzíváját Gázában. Milyen további befolyás használna tehát arra, hogy rávegye a Hamaszt és Izraelt a háború befejezésére? 2 perce van. Az ENSZ biztonsági tanácsától kezdve a G7-eken át az izraeliekig és magáig Netanyahuig mindenki támogatta az általam előterjesztett tervet. Az általam előterjesztett tervet, amely 3 szakaszból áll. Az első szakasz a tűzcsere a szünet tűzszünetért. A második szakasz a tűzszünet további feltételekkel. A harmadik fázis a háború vége. Az egyetlen, aki azt akarja, hogy a háború folytatódjon, az a Hamas. Ők az egyetlenek, akik kilógnak a sorból. Még mindig keményen dolgozunk azon, hogy elfogadtassuk velük. Addig is mi történt? Izraelben azt tapasztaljuk, hogy az egyetlen dolog, amit megtagadtam Izraeltől, az a 900 kg-os bombák. Nem működnek túl jól lakott területeken. Sok ártatlan embert ölnek meg. Mi minden fegyvert biztosítunk Izraelnek, amire csak szüksége van, és amikor csak szüksége van rá. És egyébként én vagyok az a fickó, aki összeszervezte a világot Irán ellen, amikor teljes körű interkontinentális ballisztikus rakétatámadást intéztek Izrael ellen. Senki sem sérült meg. Egy izraeli véletlenül meghalt, és leállt a támadás. Megmentettük Izraelt. Mi vagyunk a világon a legnagyobb támogatói Izraelnek, és ez 2 különböző dolog. A Hamas nem folytathatja a tevékenységét. Továbbra is küldünk szakértőket és hírszerzőket, hogy miként kaphatják el a Hamaszt, ahogyan Bin Ladent is elkaptuk. Nem kell ezt megtennie. És egyébként is a Hamas nagyon meggyengült, és így is kell lennie. Meg kell semmisíteni őket, de óvatosnak kell lennünk, hogy bizonyos fegyvereket mire használunk fel a lakossági célpontok között. Csak egy pillanat alatt térjünk vissza Ukrajnára. Egy óceán választ el minket. Az európai nemzetek együttesen 100 milliárdot, vagy talán többet is elköltöttek. Kevesebbet, mint mi. Miért nem hívja őket? Össze kell gyűjteni a pénzt, ahogyan én is tettem a NATO-val. Rávettem őket, hogy több 100 milliárd dollárt tegyenek bele. A NATO főtitkára szerint Trump a leghihetetlenebb munkát végezte, amit valaha is látott, nem is lenne nekik, tönkrementek volna. A pénz majdnem 100%-át mi költöttük, mi fizettük. Nem tette ezt. Meg kell kérnie ezeket az embereket, hogy adják össze a pénzt. Több mint 100 milliárd dollárral többet költöttünk, és ez nagyobb hatással van rájuk a hely miatt, mert van egy óceán közöttünk. Azt mondta, hogy az egyetlen, aki folytatni akarja, az a Hamász. Valójában Izrael az, aki folytatni akarja, és hagyni kéne őt, hogy befejezze a munkát. Nem akarja megtenni. Olyan lett, mint egy palesztin, de nem szeretik, mert nagyon rossz palesztin. Ő egy gyenge palesztin. Biden elnök úr, 1 perce van. Soha nem hallottam még ennyi ostobaságot. Ez az a fickó, aki ki akar lépni a NATO-ból. A NATO-ban fog maradni? Ki fog lépni a NATO-ból?
Az az elképzelésünk, hogy az erőnk a szövetségeseinkben is rejlik. Lehet, hogy ez egy nagy óceán, de ha képesek vagyunk elkerülni egy háborút Európában, egy nagyobb háborút Európában, mi történik akkor, ha Putyin továbbra is a NATO-ba megy? Van az ötödik cikk szerinti megállapodásunk. Az egy elleni támadás az összes elleni támadás. Ha ki akarja robbantani a nukleáris háborút, amiről állandóan beszél, csak rajta hagyja, hogy Putyin bevonuljon és ellenőrzése alá vonja Ukrajnát, majd tovább lépjen Lengyelországba és más helyekre. Majd meglátjuk, mi történik. Fogalma sincs, hogy mi a fenéről beszél. Egyébként pedig rávettem a világ 50 másik nemzetét, hogy támogassuk Ukrajnát, köztük Japánt és Dél-Koreát, mert megértették, hogy ez a fajta zavargás komoly veszélyt jelent az egész világ békére. Európában még soha egyetlen nagyobb háborút nem sikerült csak Európára korlátozni. Trump elnök úr, csak a folytatás kedvéért. Támogatná egy független palesztin állam létrehozását a térség békéjének megteremtése érdekében? Ezt meg kell még látnom, de mielőtt ezt megtennénk, az a problémánk, hogy minden pénzt elköltünk, így a kereskedelemben megölnek minket. Nagyszerű kereskedelmi megállapodásokat kötöttem az európai nemzetekkel, mert ha összeadjuk őket, gazdaságilag nagyjából egyforma méretűek, gazdaságuk körülbelül akkora, mint az Egyesült Államoké. És meg is írták, semmi olyat nem akarnak, amink van. De nekünk vennünk kell az autóikat, az élelmüket, a mezőgazdaságukat, mindenüket. Ezt megváltoztattam. De a nagy dolog, amit megváltoztattam, az az volt, hogy nem akartak fizetni, és az egyetlen ok, amiért Biden játszadozhat a NATO-val, az az, hogy rávettem őket, hogy több százmilliárd dollárt fizessenek be. Mondtam, és ebben igaza van, azt mondtam, nem fogom támogatni a NATO-t, ha nem fizetsz. Ezt kérdezték tőlem. Védelmezne minket Oroszországtól? Kérdezték a 28 állam akkori nagyon titkos találkozóján. Azt mondtam, hogy nem, ha nem fizetnek, akkor nem teszem meg. És tudják, mi történt? A következő napon és a következő hónapokban dollármilliárdok és milliárdok áramlottak be, de most ugyanabban a helyzetben vagyunk, mindenki számláját mi fizetjük. Térjünk rá a demokrácia kérdésére. Trump volt elnök úr, 2021. január 6-áról szeretném megkérdezni. Miután aznap összegyűjtötte a támogatóit, néhányan közülük megrohamozták a kapitóliumot, hogy megakadályozzák az elektori szavazatok alkotmányosan előírt megszámlálását. Elnökként esküdtett, hogy megőrzi, védi és megvédi az alkotmányt. Mit mond azoknak a választóknak, akik úgy vélik, hogy a január 6-ai tetteivel és tétlenségével megszegte ezt az esküt, és attól tartanak, hogy újra meg fogja tenni? Nos, nem hiszem, hogy túl sokan hisznek ebben, és hadd meséljek január 6-ról. Január 6-án nagyszerű határunk volt, senki sem jött át, nagyon kevesen. Január 6-án energiafüggetlenek lettünk. Január 6-án voltak a valaha legalacsonyabb adók. A valaha volt legalacsonyabb szabályozásunk volt. Január 6-án az egész világon tiszteltek bennünket. Az egész világon tiszteltek minket. Aztán már csak az maradt, hogy olyanok vagyunk, mint egy rakás hülye ember, ami az Egyesült Államok hírnevével történt ennek az embernek a vezetése alatt, az borzalmas, beleértve a fegyverkezést, amiről biztos vagyok benne, hogy valamikor majd beszélni fog, amikor a politikai ellenfelére támad, mert nem tudja tisztességesen legyőzni. Még 80 másodperce van. A kérdésem az volt, hogy mit mond azoknak a választóknak, akik úgy vélik, hogy 2021. január 6-án tetteivel és tétlenségével megszegte az alkotmányos esküjét, és aggódnak, hogy újra meg fogja tenni. Nos, ezt nem mondtam senkinek, azt mondtam békésen és hazafiasan. És Nancy Pelosi, ha csak a két nappal ezelőtti híreket nézték, a felvételen a lányának, aki dokumentumfilmes, azt mondja, ó nem, ez az én felelősségem, ezért én voltam a felelős, mondta. Mert felajánlottam neki 10 000 katonát, vagy a Nemzeti Gárdát, és ő visszautasította őket. Egyébként a polgármester írásban is elutasította. A washingtoni polgármester elutasította. Én 10 000-et ajánlottam, mert láttam, hogy gyakorlatilag nincs mit tennem. Megkértek, hogy menjek és tartsak beszédet. Láttam, mi történik. Mindenki azt mondta, hogy január 6-án ott lesznek. És azt mondtam, tudod mit? Nagyon sokan jönnek, érezni lehetett. Ön is érezte, önök is érezték. És azt mondtam, hogy kellene a Nemzeti Gárda, vagy valami hasonló. És felajánlottam nekik. És bevallotta, hogy visszautasította.
Ez az a nap volt, amikor ő nem nagyon örülhetett a lányának, mert hazuggá tette. Azt mondta, teljes felelősséget vállalok január 6 miatt. Biden állnak. Nézze, bátorította azokat az embereket a Capitol Hillről. Először is, az ovális iroda melletti étkezőben ültem. 3 órán át ültem ott, 3 órán át nézte, könyörgött neki az alelnöke és számos kollégája a republikánus oldalon is, hogy tegyen valamit, hogy kérje a leállítást, hogy vessen véget ennek. Ehelyett arról beszéltek, hogy ezek az emberek hazafiak és Amerika nagy pártfogói. Sőt, azt mondja, hogy most már megbocsájt nekik azért, amit tettek. Elítélték őket. Azt mondja, hogy meg akarja változtatni a büntetésüket. Az ország minden egyes bíróságához elment. Nem tudom hány ügyben, több tucatnyi ügyben, beleértve a legfelsőbb bíróságot is. És azt mondták, nem, ez a fickó felelős azért, amit tett. Egy átkozott dolgot sem tett. És ezeknek az embereknek börtönben kellene lenniük, és őket kellene felelősségre vonni. És ők ki akarja engedni őket. És most azt mondja, hogyha megint veszít, amilyen nyafogós ő, akkor akár vérfürdő is lehet belőle. Köszönöm, Biden elnök úr, Trump elnök úr. Amit néhány ártatlan emberrel műveltek, azt szégyelnie kellene. Amit tettek, hogy tönkretették annyi ember életét, amikor lerombolták Portlandet, amikor leromboltak sok más várost, Minnesotába, Minneapolisba, mit tettek ott város szerte pusztító tüzekkel? Ha nem küldöm be a Nemzeti Gárdát, akkor a város elpusztult volna. Ha megnézzük, hogy milyen nagy darabokat foglaltak el Seattle-ből, én már készen álltam arra, hogy beküldjem a Nemzeti Gárdát. Hallották, látták, hogy jönnek, és azonnal elmentek. Amit erről az egész témáról mondott, az annyira hamis, persze békés, hazafias. Még egy dolog, a nem megválasztott bizottság, amely alapvetően 2 szörnyű republikánus, akik már mind eltűntek a hivatalukból, és demokraták, mind demokraták, megsemmisítették és törölték az összes talált információt, mert rájöttek, hogy igazunk van. Igazunk volt. És minden információt töröltek és megsemmisítettek. Ezért börtönbe kellene kerülniük. Ha egy republikánus tette volna ezt, akkor mennének a börtönbe. Köszönöm, Trump elnök úr. Biden elnök úr, adok önnek egy percet. Az egyetlen személy ezen a színpadon, aki elítélt bűnöző, az az ember, akit most nézek. És az a helyzet, hogy amit ő mond, az egyszerűen nem igaz. A tény az, hogy nem tett semmilyen erőfeszítést, hogy megállítsa, ami a kapitóliumi dombon történt. És mindazok az emberek, mindazok, akiket elítéltek, akik felforgatták az íróasztalokat, és ledöntötték a szobrokat, az a gondolat, hogy ezek az emberek hazafiak, ugyan már. Mikor megkérdeztem tőle az első 2 vitánkon, az első alkalommal tartott vitáinkon, azt kérdeztem, hogy elhatárolódik-e a Proud Boys-tól, azt mondta nem, megmondom nekik, hogy álljanak készenlétben. Az a gondolat, amit visszautasít, megtagadta ezeket a srácokat? Mi elhatárolódunk ezektől az emberektől, akikről beszélünk, akik megtámadták a kapitóliumot. Mit fog csinálni? Adok egy percet, Trump elnök úr, még egy kérdésemre. Miután a múlt hónapban egy esküdtszék 34 bűncselekmény miatt elítélte önt, ön azt mondta, hogy ha újra választják, akkor idézem, minden jogom meg lesz ahhoz, hogy a politikai ellenfeleim... Nos, azt mondtam, hogy a megtorlásom a siker lesz. Újra sikeressé fogjuk tenni ezt az országot, mert jelenleg ez egy csődöt mondó nemzet. A megtorlásom a siker lesz. De amikor elítélt bűnözőről beszél, akkor a fia nagyon magas szinten elítélt bűnöző. A fiát elítélték, és valószínűleg még számos alkalommal fogják elítélni. Már korábban is el kellett volna ítélni, de az igazságügyi minisztérium hagyta elévülni a legfontosabb dolgokat. De lehet, hogy elítélt bűnöző lesz, amint lekerül a hivatalból. Joe is elítélt bűnöző lehet mindazokkal a dolgokkal, amiket tett, szörnyű dolgokat tett. Az összes haláleset a határon, azt mondták az ukrán népnek, hogy vagy 1 milliárd dollárt kérünk, vagy lecserélik az ügyészt, különben nem kapnak 1 milliárd dollárt. Ha én valaha is ezt mondtam volna, akkor ez quid pro quo, hogy nem teszünk semmit. Nem adunk neked 1 milliárd dollárt, ha csak nem változtatod meg a fiaddal kapcsolatos ügyészedet. Ez az ember egy bűnöző, ez az ember szerencsés.
Szerencsés. Nem csináltam semmi rosszat, egy olyan rendszerünk van, ami manipulált és undorító. Nem tettem semmi rosszat. Köszönöm, Trump elnök úr. Biden elnök úr, adok egy percet a válaszadásra. Mondja. Az a gondolat, hogy bármi rosszat tettem volna azzal kapcsolatban, amiről beszél, az felháborító. Ez egyszerűen hazugság. Egy. Kettő. Az az elképzelés, hogy joga van megtorlást keresni bármelyik amerikai ellen, csak azért, mert ön elnök, az rossz. Egyszerűen téves. Egyetlen elnök sem beszélt még így. Egyetlen elnök sem beszélt még így a történelmünkben. Három. A bűncselekmények, amelyekkel még mindig vádolják, és gondoljon az összes polgári jogi büntetésre, hány milliárd dollár polgári jogi büntetéssel tartozik azért, mert nyilvánosan molesztált egy nőt, mert egy egész sor dolgot tett, mert szexelt egy pornósztárral azon az éjszakán, amikor az ön felesége terhes volt. Úgy értem, miről beszél? Olyan erkölcsös, mint egy kóbormacska. Adok egy percet, uram. Nem feküdtem le egy pornósztárral először. Másodszor ez egy olyan ügy volt, amelyet elindítottak és áthelyeztek. Egy magas rangú tisztviselőt, egy igazságügyi minisztert áthelyeztek a Manhattani ügyészi hivatalba, hogy elindítsák ezt az ügyet. Az ügyet megfellebbezik és meg fogják nyerni. Volt egy nagyon szörnyű bírónk, egy borzalmas bíró, egy demokrata. Az ügyészek mind magasrangú demokraták voltak, kinevezett emberek, mind a polgári, mind a büntető ügyben. Alapvetően a politikai ellenfelére szállt rá, mert úgy gondolta, hogy ezzel ártani fog nekem. De amikor a nyilvánosság tudomást szerzett ezekről az esetekről, mert ők jobban értik, mint ő, mert fogalma sincs, hogy mik ezek az ügyek, de amikor rájöttek ezekre az ügyekre, tudják, mit tettek? A közvélemény kutatás számaim felmentek, nagyon felmentek. Tudja, mert ön bejelentette. És több pénzt kaptunk az elmúlt két évben, mint amennyit valaha is kaptunk a kampányok történetében. Nem hiszem, hogy valaha is volt olyan kampány, ahol több százmillió dollár ömlött be, mert a közvélemény tudta, hogy ez egy átverés, és egy olyan emberről van szó, aki a politikai ellenfelére vadászik, mert nem tud tisztességesen nyerni. Köszönöm, Trump elnök úr. Biden elnök úr, ön azt mondta, idézem, hogy Donald Trump és a maga republikánusai elszántak arra, hogy elpusztítsák az amerikai demokráciát. Úgy gondolja, hogy a több 10 millió amerikai, aki valószínűleg Trump elnökre fog szavazni, az az amerikai demokrácia ellen fog szavazni? Egyre többen tudnak arról, amit tett, igen. Egyre többen tudnak arról, hogy mit tett, és még sok minden jön. Rengeteg ügy áll még előtte. Rengeteg problémával kell szembenéznie. Nem tudom, mit fognak tenni az esküdtek, de én tudom, és tudom, hogy valós problémái vannak. Gondolnák azt, hogy valaha is bármelyik elnököt hallják azt mondani, hogy megtorlásra törekszem? Hallották valaha is bármelyik elnököt azt mondani, hogy szerintem Hitlernek jó ötletei voltak? Amiért indultam a választáson elsősorban, miután a fiam meghalt, mert eldöntöttem, hogy Irak miatt nem fogok újraindulni, amíg meg nem láttam, hogy mi történt Charlottesville-ben, Virginiában. Emberek jönnek ki az erdőből, horogkereszteket hordozva fáklyákon, fáklyákkal, és ugyanazt az antiszemita szemetet éneklik, mint amit még Németországban énekeltek. És mi történt? Egy fiatal nőt megöltek. Beszéltem az anyjával, és megkérdezték tőle, azt kérdezték, hogy mit gondol azokról az emberekről. Az emberek, akik meg akarták ületni magukat, az, aki megpróbálta megakadályozni, és azt mondta, szerintem mindkét oldalon jó emberek. Melyik amerikai elnök mondaná valaha is azt, hogy a mezőkről kijövő fáklyákat cipelő, ugyanazt az antiszemita szemetet éneklő horogkeresztet viselő nácik rendes emberek? Ez az a fickó, aki azt mondja, hogy Hitler is jó dolgokat tett. Szeretném tudni, hogy mik azok a jó dolgok, amiket Hitler tett. Ezt mondta? Ennek a fickónak nincs érzéke az amerikai demokráciához. Trump elnök. Mindketten tudják, hogy ezt teljesen eltörölték, mert ha megnézik az ítéletet, azt mondta, hogy 100%-ban felmentették, szóval ő csak folytatja. Azt mondja, hogy Charlottesville miatt menekült el, nem Charlottesville miatt indult. Azért indult, mert ez volt az utolsó esélye. Nincs felkészülve arra, hogy elnök legyen. Ezt ön is tudja,
és tudom, hogy ez nevetséges, vitatkozunk, próbáljuk igazolni az elnökségét, az országunk történetének legrosszabb elnökségét. Nem kellene erről vitát folytatnunk, nincs miről vitatkozni. Ő találta ki a Charlottesville-i történetet, és látni fogja, hogy mindenhol megcáfolták, minden műsorvezető, minden értelmes színész cáfolta, és épp a minap jött ki, ahol ezt teljesen megcáfolták. Ez egy képtelen történet, ezt ő is tudja, és nem Charlottesville miatt indult, azt használta ürügyként, hogy induljon. Bidenának. És leleplezték, megtörtént. Mindössze annyit kell tennie, hogy meghallgatja, mit mondtak akkoriban. És az a gondolat, hogy valahogy csak azért elindultam. Azért indultam, mert aggódtam, hogy egy ilyen fickót megválasztanak. Ha azt hitte, hogy ezek jó emberek, akik kijöttek abból az erdőből, akik hordták azokat a fákat, akik hordták azokat a fákjátokat, akkor nem érdemelte meg, hogy elnök legyen. Egyáltalán nem érdemelte meg, hogy elnök legyen. És a gondolat, hogy arról beszél, hogy mindez kitaláció csak, a saját szemünkkel láttuk. Láttuk, mi történt január 6-án. Láttuk, ahogy az emberek betörik az ablakokat. Láttuk, ahogy az emberek elfoglalták a... Nézze, nem véletlenül nem támogatták őt ezúttal a 44 vezető kabinettag közül 40-en. A saját alelnöke ezúttal nem támogatta őt. Akkor miért? Miért? Jól ismerik őt. Együtt szolgálnak vele. Miért nem támogatják őt? Beszéljünk a tartós kihívásokról, amelyekkel mindketten szembesültek az első ciklusukban, és amelyekkel minden bizonnyal egy másik ciklusban is szembesülnének. Biden elnök úr, bár az ön elnöksége alatt a fekete munkanélkülisége rekordalacsony szintre csökken, a fekete családok még mindig sokkal kevesebbet keresnek, mint a fehér családok. A fekete anyák még mindig háromszor nagyobb valószínűséggel halnak meg terhességgel összefüggő okok miatt. A fekete amerikaiakat pedig ötször annyira börtönzik be, mint a fehér amerikaiakat. Mit mond a fekete szavazóknak, akik csalódtak, hogy nem értek el több előrelépést? Elismerik, hogy nagy lépést tettek előre először. Tény, hogy több fekete kisvállalkozás indult, mint bármikor a történelem során. Másodszor a feketék bére, a fekete munkanélküliség hosszú-hosszú idő óta a legalacsonyabb szinten van. Harmadszor lakhatást biztosítanak a fekete amerikaiaknak, és foglalkoznak a szegregációval, amely a vállalati műveletek között létezik, amelyek összejátszanak, hogy az embereket távol tartsák a házaiktól. Ezen túlmenően pedig azt tapasztaljuk, hogy a fekete családok gyermekgondozással kapcsolatos választási lehetőségeire gyakorolt hatása hihetetlenül nehéz. Amikor a múltban az első nagyszabású törvényt hoztuk, sikerült a feketék gyermekgondozási költségeit a felére csökkenteni. Biztosítanunk kell, hogy a gyermekgondozás költségeit is fedezzük. Biztosítanunk kell, mert ha biztosítjuk a gyermekgondozás védelmét, akkor növeljük a gazdasági növekedést, mert több ember tud részt venni a munkaerőpiacon. Szóval van még mit tenni, lényegesen többet kell tenni, de eddig nagyon sokat tettünk, és nem hagyom magam, és ezt ők is tudják. Még 49 másodperce van hátra. Mit mond azoknak a fekete szavazóknak, akik csalódottak az eddigi eredményeikkel kapcsolatban? Azt mondom, nem hibáztatom őket a csalódottságokért. Az infláció még mindig nagyon fáj nekik. Például támogattam azt az elképzelést, hogy minden első lakásvásárló fekete család kapjon 10 000 dolláros adójóváírást, hogy meg tudja venni az első lakását, hogy el tudjon indulni. Gondoskodtam arról, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy azok a fekete családok és azok a fekete egyének, akiknek diákhitelt kellett felvenniük, amely egyre nagyobbra duzzadt, ha ápolással és bármivel foglalkoznak, aminek köze van az önkéntességhez, ha 10 évig fizetik a számláikat, a diákhitelüket, minden más tartozásukat 10 év után elengedik. Ebből milliók részesültek, és mi még sokkal többet fogunk tenni a fekete családokért. Köszönöm. Trump elnök úr. Ő okozta az inflációt. Az inflációt okolja, és igaza van, nagyon rosszul alakult. Ő okozta az inflációt, és ez megöli a fekete családokat, a spanyolajkú családokat, és szinte mindenkit. Megöli az embereket. Nem tudnak többé élelmiszert venni. Nem tudnak. Nézzék meg az élelmiszer árakat. Van, ahol megduplázódtak, megháromszorozódtak, és megnégyszereződtek. Nem tudnak megélni.
már nem élnek. Ő okozta ezt az inflációt. Én egy olyan országot adtam neki, ahol nincs lényegében infláció. Tökéletes volt, annyira jó volt, csak annyit kellett volna tennie, hogy békén hagyja. Tönkretette a zöld hírekkel való átverésével és az összes többivel, az összes pénzzel, amit kidobtak az ablakon. Ő okozta az inflációt. Annyi biztos, hogy az ő nagy gyilkossága a feketékkel szemben az az a több millió ember, akiket beengedett a határon keresztül. Most a feketék munkahelyeit veszik el, és ez lehet 18, lehet 19, de akár 20 millió ember is elveszik a feketék és spanyolajkúak munkahelyeit. És még nem láttuk, de olyasmit fogunk látni, ami az eddigi legrosszabb lesz a történelmünkben. Köszönöm. Biden elnök úr. Nem volt infláció, amikor elnök lettem, tudják miért? A gazdaság hanyat feküdt 50%-os munkanélküliségi mutatóval. Tönkretette a gazdaságot, teljesen tönkretette a gazdaságot. Ezért nem volt infláció abban az időben, nem voltak munkahelyek. Több ezer munkahelyet biztosítottunk a bal közösségekben élő egyéneknek, beleértve a kisebb közösségeket is. Gondoskodtunk arról, hogy legyen egészségbiztosításuk. Mi fedeztük, az ACI megemelte, és én gondoskodtam arról, hogy legyen 8000 dollár személyenként a családokban, amit egészségügyi ellátásra lehet költeni, de ez a fickó meg akarja szüntetni ezt. 50-szer próbálkoztak. Újra meg akar szabadulni az ACA-től, és ha nyernek, újra megpróbálják. Olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a gondolat, hogy nem teszünk semmit, többek teszek, több rendőrt küldtünk az utcára, mint bármelyik kormányzat. Meg akarja nyírbálni a zsaruk költségvetését. Mi gondoskodunk a méltányosságról és arról, hogy az emberek esélyt kapjanak a boldogulásra. Sok minden történik, de az inflációt ő okozta azzal, hogy a világjárvány kezelésében óriási mulasztást követett el. Köszönöm. Egy másik állandó kihívás az éghajlati válság. 2023 volt a feljegyzett történelem legmelegebb éve, és a közösségek országszerte szembesülnek a szélsőséges hőség, a fokozódó erdőtüzek, az erősebb hurrikánok és az emelkedő tengerszint pusztító hatásaival. Trump volt elnök úr. Ön megfogadta, hogy véget vet ellenfele klímavédelmi kezdeményezéseinek. De fog-e elnökként tenni valamit a klímaválság lassítása érdekében? Hadd térjek vissza arra, amit a rendőrségről mondott, hogy milyen közel áll hozzá a rendőrség. Az ország majdnem minden rendőrségi csoportja minden államból támogatja Donald Trumpot. Szinte minden rendőrcsoport, és amit a fekete lakossággal tett, az borzalmas, beleértve azt is, hogy 10 éven keresztül szuper ragadozóknak nevezte őket, a 90-es években nem lehetett. Nem felejthetjük el, hogy szuper ragadozóknak nevezte, és ő hívta így, és nagyon megsértődtek rajta, és most látják, hogy mi történik. De amikor látják, hogy mit tettem a büntetőjogi reformért, a történelmileg fekete főiskolákért és egyetemekért, ahol támogattam őket, és mindegyiket finanszírozni tudtam, és látják a Tim Scott-tal való együttműködésben rejlő lehetőségeket, mint tudják, Tim Scott hihetetlenül jó volt, nagyszerű munkát végzett, nagyszerű dél-karolinai szenátor. Ő odajött hozzám az ötlettel, és ez egy nagyszerű ötlet volt. Ez az egyik legsikeresebb gazdaságfejlesztési törvény az országban. Lehetőségi zónák és a legnagyobb kedvezményezettek a feketék. És ezért vannak a legjobb számaink velük, talán minden idők legjobb számai. Azt mondják, hogy valaha. Ma reggel olvastam, hogy Biden a fekete lakosság nagy részét elvesztette, mert szörnyű munkát végzett a feketék érdekében. A spanyolajkúakkal is szörnyű munkát végzett, de amikor látják, hogy emberek milliói özönlenek az országunkba és el fogják venni a munkahelyeket, és ez már elkezdődött, csak még nem látszik, akkor rájönnek, hogy ez katasztrófa. 38 másodperce maradt. Trump elnök úr. Fog-e tenni valamit elnökként a klímaválság lassítása érdekében? Teljesen makulátlan, tiszta vizet és teljesen tiszta levegőt akarok, és ez meg is volt. Volt víz. Minden idők legjobb számai voltak, és ez így is volt. Az energia minden formáját, mindent felhasználtunk. És mégis 4 év alatt a legjobb környezetvédelmi számaink voltak, és a legjobb környezetvédelmi embereim pont ezelőtt adták át ezt a statisztikát, mielőtt feljöttem volna a színpadra. Nem tudom, hol a fenében volt. A gondolat, amit mondott, igaz.
elfogadtam a történelem legátfogóbb éghajlatváltozási törvényét. És egyébként a fekete főiskolák esetében 15 milliárd dollárral álltam elő a történelmi fekete egyetemek és főiskolák számára, mert nincsenek ilyenek. Nincsenek olyan támogatóik, hogy megépítsék ezeket a laboratóriumokat és hasonlókat. Bármelyik fekete diák képes arra az egyetemen, amire bármelyik fehér diák képes. Csak a pénzük van meg. De most már képesek lesznek a techipar lévén élő munkahelyeket is megkapni. Ő azt állítja, hogy valamit csinált, hogy volt a legtisztább víz. A legtisztább víz? Ő nem csinált semmit a környezetvédelemmel. Kilépett a párizsi béke megállapodásból, mármint a klímaegyezményből. Én azonnal csatlakoztam hozzá, mert ha elérjük a 1,5 Celsius fokot bármelyik ponton, akkor nincs visszaút. Az emberiséget fenyegető egyetlen egzisztenciális veszély az éghajlatváltozás. És nem tett semmit. Vissza akarja csinálni mindazt, amit tettem. A párizsi megállapodás egy trillió dollárba került volna nekünk, Kínának pedig semmibe, és Oroszországnak is semmibe, és Indiának sem. Az Egyesült Államok átverése volt, és azért fejeztem be, mert nem akartam elpazarolni azt a pénzt, mert borzalmasan bántak velünk. Mi voltunk az egyetlenek, akiknek pénzébe került, senki más nem fizette be, és katasztrófa volt. De mindarra, amit az imént mondott, mondok egy példát. Hallotta már korábban is, hogy azt mondta inzulin. Én vagyok az, aki az inzulint az idősebbeknek adta, és gondoskodtam az idősekről. Amit ő csinál, az az, hogy tönkreteszi az egészségügyi programunkat, mert a migránsok, akik bejönnek, mindent akarnak. És nézze, nekem van a legnagyobb szívem a színpadon, ezt garantálom, és gondoskodni akarok az emberekről, de tönkreteszük az országunkat. Átveszik az iskoláinkat, a kórházainkat, átveszik a társadalombiztosítást, tönkreteszik a társadalombiztosítást, a Medicare-t és a Medicaid-et is. Az elképzelés az, hogy valójában mi voltunk az egyetlenek, akik nem tagjai a párizsi megállapodásnak. Hogyan tehetnénk bármit is? Nem vagyunk képesek rá. Az Egyesült Államok nem tudja kordában tartani ezt a szennyezést. A világ egyik legnagyobb szennyezője. Jelentős előrelépéseket teszünk. 2035-re a felére csökkentjük a környezet szennyezést, jelentős előrelépést érünk el, és továbbra is haladunk előre. Létrehoztunk egy éghajlati hadtestet több ezer fiatal számára, akik megtanulják, hogyan kell az éghajlattal foglalkozni, akár csak a béke hadtest. És olyan irányba haladunk, amely jelentősen meg fogja változtatni a szennyezés okainak elemeit. De azt az elképzelést, hogy azt állítja, hogy neki van itt a legnagyobb szíve, és tényleg aggódik a környezetszennyezés és az éghajlat miatt, nem láttam ennek semmi jelét. És egyébként, ami a vényköteles gyógyszereket illeti, az egyik cég beleegyezett, hogy 35 dollárra csökkenti az árat, amit én önkéntesen kértem. Biztosítottam, hogy a világ minden cége, minden gyógyszert gyártó cég ne tudjon. Minden nap amerikaiak milliói küzdenek azért, hogy meg tudjanak élni. Sok idős amerikai számára a társadalombiztosítás kritikus mentővet jelent. Biden elnök úr, ha nem történik semmi a társadalombiztosítással kapcsolatban, az idősek juttatásait alig több mint 10 éven belül csökkenteni fogják. Megnevezne ma este egy konkrét lépést, amelyet hajlandó megtenni a társadalombiztosítás fizetőképességének megőrzése érdekében. Igen. A nagyon gazdagok kezdjék el fizetni a méltányos részüket. Jelenleg mindenki, aki 170 ezer dollár alatt keres, a jövedelmének a 6%-át fizeti a fizetéséből. Minden egyes alkalommal, amikor fizetést kaptak, az időtől kezdve az első 18 éves korukban kapják. Nem azt javaslom, hogy mindenki fizessen a milliómosoknak 1%-ot. Tehát senki sem, miután én nem emelném a társadalombiztosítás költségeit senki számára, 400 ezer dollár alatt. Ezt követően elkezdtem elérni, hogy a gazdagok elkezdjék fizetni a méltányos részüket azáltal, hogy 1%-ról 1%-on túlra emeltem, hogy élethosszig garantálni tudjam a program létezését. Tehát még 82 másodperce van hátra. Van-e más olyan intézkedés, amely ön szerint segíthetne a társadalombiztosítás fizetőképességének fenntartásában, vagy ez az egy is elég? Nos nem.
Ez az egy elég lesz ahhoz, hogy fizetőképes maradjon. De a legnagyobb dolog, amit tenni fogok, ha legyőzzük ezt az embert, mert meg akar szabadulni a társadalom biztosítástól. Azt hiszi, hogy a társadalom biztosításban van mit csökkenteni. Mindkét alkalommal akarta csökkenteni a társadalombiztosítást és a Medicare-t. És ha megnézzük az képviselőház republikánus frakciója által előterjesztett programot, amelyet támogat, valójában abból is akar vágni. Nevetséges az az elképzelés, hogy nem kell megvédeni az időseket. Az amerikai lakosság ma nagyobb egészségügyi ellátással rendelkezik, mint valaha. És az ACA, ahogy mondtam, olyan körülmények között vagyunk, hogy 400 ezer ember, mármint 40 millió embernek nem lenne biztosítása, mert van egy már meglévő betegségük, csak azt teszi lehetővé számukra, hogy biztosításuk legyen, hogy valójában az ACA részei. És egyébként a másik dolog az, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor a fekete közösségek oktatásáról beszélek, megemeltem a Pell ösztöndíjak összegét további 8000 dollárral, hogy mindenki, aki évi 70 ezer dollár alatt keres, 15 ezer dollárt kaphasson a tandíjra. Egyszerűen nem tudja, miről beszél. Köszönöm, Biden elnök úr. Trump elnök úr. Egész életemben politikusokkal volt dolgom. Az elmúlt 8 évben az egyenletnek ezen az oldalán álltam. Soha senkit nem láttam még úgy hazudni, mint ezt a fickót. Hazudik, soha nem gondoltam volna, hogy ennyi más dologban sem tudna a szemedbe nézni. És említettük a laptopot, említettük Oroszországot, Ukrajnát, minden, amit tesz, hazugság, félretájékoztatás és dezinformáció. A lúzerek és balekok története, amit kitalált, egy teljes hazugság a katonaságról. Ez egy szégyen, de a társadalom biztosítást tönkreteszi, mert az emberek milliói özönlenek be az országunkba, akiket a társadalom biztosításba helyeznek. Ráterelik őket a Medicare-re, a Medicaid-re, beteszik őket a kórházainkba, elveszik a polgáraink helyét. Hihetetlen, amit a veteránokkal és a veteránjainkkal művelnek. A veteránjaink az utcán élnek, ezek az emberek pedig luxus szállodában laknak, nem tudja, mit csinál. És tényleg visszatér, sosem láttam még ilyen dühöt az országunkban. Biden elnök úr. Az a gondolat, hogy a veteránokról nem gondoskodnak. Mondtam már korábban egyébként, amikor azt mondtam, hogy balekok és vesztesek, azt mondta, hogy elismerte, miután kirúgta azt a tábornokot. Azt a tábornokot azért rúgták ki, mert ő volt az, aki elismerte, hogy ezt mondta. Ő volt az, aki Trump mellett állt, amikor ezt mondta először. Másodszor az a gondolat, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ahol ezek a milliók és milliók, ahogy a nő beszél az illegális bevándorlókról, akik bejönnek az országba és elveszik a munkahelyeinket. Nem véletlenül a miénk a világ leggyorsabban növekvő gazdasága, nem véletlenül van a világ legsikeresebb gazdasága nálunk. Jobban teljesítünk, mint bármelyik más nemzet a világon. És egyébként az a 15 Nobel-díjas, akiről beszélt, hogy hamis, az a 15 Nobel-díjas közgazdászok mind azt mondták, hogy ha Trumpot újra választják, akkor valószínűleg recesszió lesz, és az infláció egyre inkább felfelé fog menni. És egyébként a történelem legrosszabb elnöke, 159 elnökkutató választotta őt az Amerikai Egyesült Államok történetének legrosszabb elnökévé. Biden elnök úr, köszönöm szépen! Térünk rá a gyermekgondozás költségeire, amelyet sok amerikai család nehezen engedhet meg magának. Trump elnök úr, ön és Biden elnök úr is megpróbáltak foglalkozni ezzel a kérdéssel. A gyermekgondozás átlagos költségei azonban ebben az országban sok család számára évente több, mint 11 ezer dollárra emelkedtek gyermekenként. Két gyermek gyermekgondozásának költsége több, mint a lakbérük. A második ciklusában mit tenne azért, hogy a gyermekgondozás megfizethetőbb legyen? Csak hogy visszautaljak, a tábornokot kirúgták, mert nem volt jó, és ha ezt mondta, akkor ezért találta ki, de 19 emberünk van, aki azt mondta, hogy nem én mondtam. És nagyon nagy tiszteletnek örvendek, sokkal nagyobb tiszteletnek, mint ő. A másik dolog a következő, Biden nem rúg ki embereket. Sosem rúgott ki embereket, sosem láttam, hogy bárkit is kirúgott volna, én sokakat kirúgtam. Azért rúgtam ki Comeyt, mert nem volt jó. Kirúgtam az FBI vezető embereinek egy nagy részét, lecsapoltam a mocsarat, mert nem voltak jók. Nem volt könnyű kirúgni az embereket, megfizeted az árát, de nem voltak jók. És én örököltem ezeket az embereket, nem volt jó. Kirúgtam. Ez a fickó nem rúgott ki senkit, sosem rúgott ki senkit.
ki kellett volna rúgnia minden katonát, aki részt vett abban az afganisztáni horror showban, az országunk történetének legkínosabb pillanatában. Nem harcolt, kirúgott valakit? Kirúgtak valakit a határon, aki lehetővé tette, hogy a világtörténelem legrosszabb határa legyen. Kirúgtak valakit azért, mert 18 millió embert engedtek be, sokakat börtönökből, sokakat elmegyógyintézetekből. Kirúgtak valakit, aki hagyta, hogy az országunkat tönkretegyék. Joe, az országunkat tönkreteszik, miközben mi itt ülünk és rengeteg időt pazarolunk erre a vitára. Ennek nem kellene vitának lennie. Ő a legrosszabb elnök. Csak azért mondta rólam, mert én mondtam. De nézze, ő a legrosszabb elnök az országunk történetében, tönkretette az országunkat. Most hirtelen megpróbál egy kicsit keményebben fellépni a határon. Kijött, előállt egy semmiséggel, ez jelentéktelen. Nyitott határokat akar, azt akarja, hogy az országunk vagy tönkre menjen, vagy hogy ezeket az embereket választóként szedje fel. És azt hiszem, hogy egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen. Ha megnyeri a választást, akkor az országunknak nincs esélye, még esélye sincs arra, hogy kilábaljon ebből a gödörből. Valószínűleg nem marad többé országunk. Ennyire rossz a helyzet. Messze ő a legrosszabb a történelemben. Köszönöm, Trump elnök úr. Biden elnök úr. Mi vagyunk a világ legcsodáltabb országa. Mi vagyunk az Amerikai Egyesült Államok. Semmi sem haladja meg a képességeinket. Nekünk van a világtörténelem legkiválóbb hadserege. A világtörténelem legkiválóbb hadserege. Senki sem gondolja, hogy gyengék vagyunk. Senki sem akar velünk szórakozni, senki. Egy. Kettő. Az a gondolat, hogy a legrosszabb elnökről beszélünk, nem vicceltem. Nézzenek utána. Nézzenek utána a neten. 159 vagy 58, ne tartsanak engem a pontos számhoz, elnöki történészek összeültek, és megszavazták, ki a legrosszabb elnök az amerikai történelemben. A legjobbtól a legrosszabbig. Azt mondták, ő volt a legrosszabb az egész amerikai történelemben. Ez tény. Ez nem feltételezés. Érvelhet azzal, hogy tévednek, de ők így szavaztak. Az elképzelés, hogy ő tudja, hogy bármit is tesz a gyermekgondozással kapcsolatban. Ő nagyon gyakorlatilag semmit sem tett a gyermekgondozásért. Jelentősen meg kell emelnünk a gyermekgondozási adókedvezményt. Jelentősen növelnünk kell a nők és férfiak, illetve az egyedülálló szülők számára a munkába való visszatérés lehetőségét. És ösztönöznünk kellene a vállalkozásokat, hogy tartsák meg a... Köszönöm, Biden elnök úr. Trump elnök úr, a kérdés arra vonatkozott, hogy mit tenne annak érdekében, hogy a gyermekgondozás megfizethetőbb legyen, ha szeretné kivenni a percét. Csak értsd meg, van szavazásunk, vannak más dolgaink is, hogy őt értékelik a legrosszabbra, mert amit tett, az olyan rossz, és engem is értékelnek. Majd én megmutatom neked, és engem az egyik legjobbnak tartanak. Rendben. És ha kapok még 4 évet, én leszek a legjobb. Azt hiszem, én leszek a legjobb. Soha senki nem teremtett még olyan gazdaságot, mint mi. Soha senki nem csökkentette úgy az adókat, mint mi. Ő az egyetlen, akit ismerek, aki 4-szeresére akarja emelni az adókat. Mindenki adóját 4-szeresére akarja emelni, le akarja fújni a Trump adócsökkentéseket, tehát mindenki, beleértve önöket is, 4-5-ször annyit fog fizetni. Erről még soha senki nem hallott. Egész életemben, amikor felnőttem, láttam, hogy a politikusok az adócsökkentésről beszélnek, amikor mi csökkentjük az adókat, ahogy mondtam, több üzletet csinálunk. Az Apple és ezek a vállalatok pénzt hoztak vissza az országunkba. A történelem messze legrosszabb elnöke Biden, és ezt mindenki tudja. Biden elnök. Nézze, az a helyzet, hogy nagyot tévedett a tarifa emelésével kapcsolatban. Megemelte. Emelni fogja a középosztálybeliek adóját. Azt mondtam, hogy ha soha nem emelném meg az adót senkire, aki 400 000 dollárnál kevesebbet keres, és nem is tettem. De ez a tarifa 10%-os tarifa. Minden, ami az országba érkezik.
Tudja, mit mondanak a közgazdászok? Ez évi 2500 dollárra többe fog kerülni egy átlagos amerikainak, mert a különbséget élelmiszerben és minden olyan dologban kell megfizetnie majd, ami nagyon fontos. 2. Olyan helyzetben van, amikor arról beszél, hogy nem emelte, hogy ő valahogy segített a középosztálynak. Nos, a középosztály tönkretette. Most pedig 5 milliárd dolláros új adócsökkentést akarnak a következő 10 évben, ami alapvetően csődbe fogja vinni az országot. Önnek van a legnagyobb deficitje az amerikai történelemben először. Másodszor, önök valójában nem léptek kapcsolatba, nem értek el semmilyen előrelépést Kínával. 2010 óta a legalacsonyabb a kereskedelmi hiányunk Kínával szemben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Biden elnök úr. Beszéljünk egy olyan járványról, amely amerikaiak milliót érinti, és amelyet mindketten első ciklusuk első számú prioritásává tettek, az opioid válságról. És mindkettőjük esetében az önök hivatali ideje alatt nőtt a túldagolásos halálesetek száma ebben az országban. Trump volt elnök úr, az önök által tett erőfeszítések ellenére évente több mint 100 000 amerikai hal meg túladagolásban, elsősorban fentanil és más opioidok miatt. Mit fog tenni, hogy segítsen a függőséggel küzdő amerikaiaknak, akiknek nehézséget okoz, hogy megkapják a szükséges kezelést, hogy függőségükből megszabaduljanak? Az ország történetének legnagyobb deficitje van most, amikor ez a fickó vezette a kormányt. Kínával szemben a legnagyobb a hiányunk. Őt Kína fizeti. Ő egy mandzsúriai jelölt. Kínából kap pénzt. Szóval szerintem fél ezzel foglalkozni, de észrevette, hogy sosem vonta vissza a vámjaimat, mert annyi pénzt hozunk be a Kínára kivetett vámokkal, amennyit én kivetettem. Soha nem vonta vissza őket. Nem teheti, mert túl sok pénzről van szó. Ez óriási, és megmentettük az acéliparunkat. De nem csökkentette a vámokat, mert nem teheti, mert túl sok pénzről van szó, de neki van a legnagyobb deficitje az ország történetében, és neki van a legrosszabb helyzete Kínával. Kínáé leszünk, ha továbbra is hagyjuk, hogy azt tegyék, amit velünk, mint országgal tesznek. Megölnek minket, mint országot, Joe, és ezt nem hagyhatod. Tönkreteszed az országunkat. Tehát, Trump elnök úr, 67 másodperce maradt. A kérdés az volt, hogy mit fog tenni, hogy segítsen a függőséggel küzdő amerikaiaknak, akiknek most nehézséget okoz, hogy megkapják a szükséges kezelést. A függőség terén nagyon jól álltunk, amíg a Covid meg nem jelent. Olyan 2,5, majdnem 3 évünk volt, amilyen még sosem senkinek nem volt, semmilyen ország előtt, minden tekintetben. Aztán keményebben kellett csinálnunk. A határon áramló kábítószer mennyisége elkezdett növekedni, nagyszerű felszerelésünk volt, kutyát vettünk. Ez az egyik leghihetetlenebb dolog, amit valaha is látott, ahogyan kiszúrják a kábítószert. Sok mindent csináltunk, és nagyon alacsony számokat kaptunk, nagyon-nagyon alacsony számokat. Aztán jött ő. A számok, látta a számokat? Nem csak 18 millió emberről van szó, ami szerintem még alacsony is, mert ők megúszták, nem beszélnek a szökésekről, de a drogok és a határon keresztül érkező nőkkel folytatott emberkereskedelem számai a legrosszabb dolog, amit valaha láttam. Olyan számok, amilyeneket még sosem látott senki. De a határainkon keresztül érkező kábítószerek száma most a legnagyobb, amit valaha is tapasztaltunk. Trump elnök úr, köszönöm. Biden elnök úr. Fentanil és melléktermékek. A fentanilt egy időre visszaszorították, és biztos akartam lenni abban, hogy olyan gépeket használunk, amelyek képesek kimutatni a fentanilt, ezeket a nagy gépeket, amelyek mindent átvizsgálnak, ami a határon keresztül érkezik. És ez rengeteg pénzbe kerül. Ez is része volt az általunk kötött megállapodásnak. Ez a kétpárti megállapodás, több fentanil készülék, több a kábítószer kimutatására alkalmas gép, több és több ügynök, több ember a határon. És amikor ezt az alkut megkötöttük, felhívta a republikánus kollégáit, és nem tette meg. Ez politikailag ártani fog nekem. Soha nem állította, hogy ez nem egy jó törvényjavaslat. Ez egy nagyon jó törvényjavaslat. Szükségünk van azokra a gépekre. Szükségünk van azokra a gépekre, és nagyon keményen fellépünk Ázsia minden országában a fentanil prekurzorai tekintetében. Mexikó pedig együttműködik velünk annak érdekében, hogy biztosítja, hogy nem rendelkeznek a technológiával ahhoz, hogy össze tudják állítani. Ezt kell tennünk. Szükségünk van azokra a gépekre.
Térjünk rá azokra az aggodalmakra, amelyeket a választók mindannyiukkal kapcsolatban megfogalmaztak. Biden elnök úr, 86 éves lenne a második ciklusa végén. Hogyan kezeli az azzal kapcsolatos aggályokat, hogy képes lesz-e a világ legnehezebb feladatát a 80-as éveiben ellátni? Nos, először is a pályafutásom felét azzal töltöttem, hogy a legfiatalabb emberként kritizáltak a politikában. Én voltam a második legfiatalabb ember, akit valaha is beválasztottak az Egyesült Államok szenátusába. És most én vagyok a legidősebb. Ez a fickó 3 évvel fiatalabb és sokkal kevésbé kompetens hozzám képest. Szerintem csak nézd meg az előéletét. Nézd meg, mit tettem. Nézd, megfordítottam a szörnyű helyzetet. Elhagyott engem, ahogy mondtam, 50 millió új munkahely, 800 ezer gyártási munkahely, több beruházás Amerikában, több millió milliárd dollárnyi magánbefektetés olyan vállalkozásokba, amelyeket mi fejlesztünk. Mi egyébként sok embert levettünk a lábukról a számítógépes csipek egész ötletével. Korábban a piac 40%-át birtokoltuk. Mi találtuk fel azokat a csippeket, és elvesztettük, mert az embereket a tengeren túlra küldte, hogy a legolcsóbb munkahelyet keressék, és hazahozzanak egy terméket. Ezért elmentem Dél-Koreába. Meggyőztem a Samsungot, hogy dollármilliárdokat fektessen be itt az Egyesült Államokba. És képzeld, azok a gyárak, ahol ezeket a csipeket gyártják, több mint 100 000 dollárt fizetnek. Nem kell hozzá főiskolai diploma, és már most is milliárdokat, körülbelül 40 milliárd dollárt fektetnek be, és építenek az Egyesült Államokban, jelentős munkahelyeket teremtve az amerikaiaknak a világ minden tájáról. Biden elnök úr, még 40 másodperce van hátra. Szeretne még valamit hozzáfűzni? Igen, igen. Az a gondolat, hogy valahogy mi vagyunk ez a csődtömeg, még soha nem hallottam elnököt így beszélni. Irigyelt minket a világ. Mondjon egyetlen olyan nagyország elnökét, aki nem cserélne helyet az Amerikai Egyesült Államokkal minden problémánk és minden lehetőségünk ellenére. Mi vagyunk a legprogresszívebb ország a világon, ami a dolgok megvalósítását illeti. Mi vagyunk a legerősebb ország a világon. Olyan ország vagyunk, amely megtartja a szavát, és mindenki bízik bennünk, az összes szövetségesünk, és azok, akiket elkényeztet Kim Jong-untól kezdve, akinek szerelmes levelet küld, és Putyin, és így tovább. Nem akarnak velünk szórakozni. Köszönöm. Trump elnök úr, hogy folytassuk, ön 82 éves lenne a második ciklusa végén. Mit mondan azoknak a választóknak, akik aggódnak az ön szolgálat ellátási képességeit illetően? Nos, 2 tesztet végeztem el, kognitív teszteket, mindkettőből jelesre vizsgáztam, mint tudják, nyilvánosságra hoztuk. Ő nem végzett el egyet sem. Szeretném látni, hogy csak egyet, egy igazán egyszerűt, például az első 5 kérdést csinálja meg, nem tudná megcsinálni. De elvégeztem 2 kognitív tesztet, minden évben fizikális vizsgálatokon vettem részt, és tudja, kopogtattunk a fára, ahol lehet, és van fa, hogy nagyon jó egészségnek örvendek. Most nyertem 2 klubbajnokságot, még csak nem is szenior, hanem 2 rendes klubbajnokságot, ehhez elég okosnak kell lenni, és messzire kell tudni ütni a labdát, én meg tudom csinálni. Ő nem tudja, nem tud 50 métert ütni. Kihívott egy golfmeccsre, nem tud 50 métert ütni. Azt hiszem, nagyon jó formában vagyok, úgy érzem, hogy olyan jó formában vagyok, mint 25-30 évvel ezelőtt. Valójában talán egy kicsit könnyebb vagyok, de ugyanolyan jó formában vagyok, mint évekkel ezelőtt. Nagyon jól érzem magam, ugyanúgy érzem magam. De hajlandó voltam elvégezni egy kognitív tesztet, és tudja mit? Ha nem teljesítettem jól, akkor is jelesre vizsgáztam. Dr. Ronnie Jackson, aki egy nagyszerű fickó, akkor a Fehérház orvosa volt. Aztán elvégeztem egy másikat, egy hasonlót, és mindketten azt mondták, hogy még sosem láttak senkit, aki jobb lenne. Köszönöm. Vannak konkrét aggodalmaik a választóknak önnel kapcsolatban. Megígéri ma este, hogy miután minden jogi kifogás kimerült, elfogadja a választás eredményét függetlenül attól, hogy ki nyer. És most azonnal kijelenti, hogy a politikai erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan. Nos, ezt nem kellene mondanom, de természetesen úgy gondolom, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. És ha megnéznék a Twitteren tett nyilatkozataimat abban az időben, és a Rose Gardenben tett nyilatkozatomat is, azt mondanák, hogy ez az egyik legerősebb nyilatkozat, amit valaha láttak. A beszédem mellett, amelyet
azt hiszem a legnagyobb tömeg előtt tartottam, amely előtt valaha is beszéltem, és meg kell mondjam, erről sosem beszélt senki. Arról viszonylag kis számú emberről beszélnek, akik a Kapitóliumba mentek, és akiket sok esetben a rendőrség vitt be. És ahogy Nancy Pelosi elmondta, ez az ő felelőssége volt, nem az enyém, ezt hangosan és világosan elmondta. De a válasz az, ha a választás tisztességes, szabad, és én ezt mindenkinél jobban akarom. És mondok valamit. Bár csak nagyszerű elnök lett volna, mert akkor most nem lennék itt. Sok kedvenc helyem egyikén lennék, és jól érezném magam. Nem lennék vád alá helyezve, mert nem lettem volna a politikai ellenfele, mert azért emelt vádat ellenem, mert az ellenfele voltam. Bár csak nagyszerű elnök lenne, inkább azt szeretném, ha az lenne. Nem lennék itt. Nem bánom, hogy itt vagyok, de csak azért vagyok itt, mert annyira rossz elnök, hogy újra naggyá fogom tenni Amerikát. Újra naggyá fogjuk tenni Amerikát. Jelenleg egy csődbe jutott nemzet vagyunk, egy komolyan csődöt mondó nemzet, és miatta vagyunk csődöt mondó nemzet. A politikája annyira rossz, a katonapolitikája őrült, őrültek. Ezek olyan háborúk, amelyeknek vele sosem lesz vége. A harmadik világháborúba fog minket belevezetni. És közelebb vagyunk a harmadik világháborúhoz, mint ezt bárki el tudja képzelni. Nagyon-nagyon közel vagyunk a harmadik világháborúhoz, és ő vezet minket oda. Kim Jong-un és Xi Jinping kínai elnök Putyin. Ezek nem tisztelik őt, nem félnek tőle, és ez a harmadik világháborúba fog minket sodorni. Harmadik világháborút akarsz? Hagyjátok, hogy kövesse és győzzön, Putyin pedig azt mondja, csináljátok, amit akartok. A NATO-ban csak tedd, amit akarsz. Van az ötös cikkely nevű dolog. Az egy elleni támadás egyben támadás mindenki ellen. Kötelező a válasz. Az ötlet az ötlet. Nem tudok a világon egyetlen olyan nagy vezetőre sem gondolni, aki ne cserélne azzal a munkával, amit én végeztem, és azzal, amit ők elvégeztek, mert mi egy hatalmas nemzet vagyunk. Az embereknek köszönhetően csodálatos béke, biztonság van, nem miattam, hanem az amerikai nép miatt. Ők bármire képesek, és amikor szükség van rájuk, akkor számíthatunk rájuk. És most szükségük van ránk. Meg kell védenünk a világot, mert a saját biztonságunk forog kockán. Ön pedig háborút akar. Csak hagyják Putyint, hadd menjen előre és foglalja el Kijevet. Győződjön meg róla, hogy tovább megy. Nézzük meg, mi történik Lengyelországban, Magyarországon és más helyeken a határ mentén. Háború lesz. Trump elnök úr, ahogy visszatérek önhöz a folytatásra. A kérdés az volt, hogy elfogadja a választás eredményét függetlenül attól, hogy ki nyer. Csak hogy befejezzem, amit mondott, ha szabadna, Oroszország sok földet vett el Bushtól, sok földet vettek el Obamától és Bidentől, nem vettek el földet semmit Trumptól, semmit. Ő tudta, hogy ezt nem kell tennie, nem fog velem játszadozni, ezt ő is tudta. Nagyon jól kijöttem vele, de tudta, hogy nem szabad játszadozni. Nem vett el tőlem semmit, de most mindent el fog venni ettől az embertől itt. Ez egy olyan háború, aminek sosem kellett volna elkezdődnie. Velem soha nem kezdődött volna el, és elviszi Ukrajnát, és tudja, már feltett nekem egy kérdést, ön megtenné ezt? Most olyan rossz helyzetbe hozott minket Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban, mert Ukrajna nem nyeri meg ezt a háborút, és azt mondta, hogy addig nem fog megállapodni. Kifogynak az emberekből, kifogynak a katonákból, nagyon sok embert veszítenek. Ez olyan szomorú, annyi embert veszítettek el, és elvesztették azokat a gyönyörű városokat az ezeréves aranykupolákkal, mindezt miatta és az ostoba döntések miatt, mert Oroszország soha nem támadott volna. Trump elnök úr, a kérdés az volt, hogy elfogadják-e a választás eredményét függetlenül attól, hogy ki nyer. Igen vagy nem a válasz, kérem. Ha tisztességes, törvényes és jó választás lesz, teljesen. Én sokkal inkább elfogadtam volna ezeket, de a csalás és minden más nevetséges volt. És ha akarják, egy hét múlva lesz egy sajtótájékoztató erről, vagy egy hét múlva lesz egy másik, de mindenképpen el fogom fogadni. Nincs semmi, amit szívesebben csinálnék, sokkal könnyebb lenne ezt megtennem, utána megint indulok. Nem igazán akartam indulni, amíg nem láttam, milyen szörnyű munkát végzett. Tönkreteszi az országunkat. Nagyon boldog lennék, ha valahol máshol egy szép helyen lehetnék valahol. És még egyszer, semmi vádemelés, semmi politikai ellenségeskedés, mert szerinte csak így lehet nyerni. De sajnos a számokat felhajtják, és nagyon magas szintre emelik, mert az emberek értik mindezt.
Lássuk csak a számokat ezen a választáson, lássuk csak. Ön egy hiszt is. Amikor az első alkalommal veszített, azt mondta, hogy folytatja. Fellebbezett és fellebbezett a bíróságokon szerte az országban. Amerikában egyetlen bíróság sem mondta ki, hogy bármelyik állítása is megalapozott lenne. Sem az állami, sem a helyi egy sem. De továbbra is provokálják ezt a hazugságot, hogy valahogy ez a sok félrevezetés, ez a sok lopás történik, de erre egyáltalán nincs bizonyíték. És mondok valamit. Kétlem, hogy elfogadná a választások eredményeit, mert ön annyira hiszt is. Az a gondolat, hogy ha megint veszít, bármit elfogadna, mert nem áll meg, mert nem bírja elviselni a vereséget. Valami elpattant önben, és legutóbb is vesztett. Eljött az idő, hogy a jelöltek elmondják záróbeszédüket, amelyet egy pénzfeldobás határoz meg, hogy ki fogja kezdeni. Önnel kezdünk, Biden elnök úr, 2 perce van. Jelentős előrelépést értünk el ahhoz a katasztrófához képest, amelyet Trump elnök hagyott maga után az előző ciklusában. Olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol először is biztosítanunk kell, hogy igazságos adórendszerünk legyen. Megkérdezek mindenkit a közönségből, vagy bárkit, aki nézi ezt a vitát. Önök szerint igazságos az adórendszer? A tény az, hogy azt mondtam, hogy senkinek sem jutna $400,000 alatt, ha egyetlen fillérrel is emelkedne az adója, és nem is fog. És ha újra választanak, akkor ez ismét így lesz. De ez a fickó növelte az adókat a hiány miatt. Először is növelte az inflációt, mert a világjárványt kezelve olyan katasztrófát hagyott maga után, amit ő okozott. És olyan helyzetben találta magát, hogy most még jobban meg akarja önöket adóztatni azzal, hogy 10% vámot vet neki mindenre, ami az Egyesült Államokba érkezik. Nézzék meg, én mit tettem, amikor például ő meg akarta úszni, meg akart szabadulni a Medicare azon képességétől, hogy a gyógyszerárakról tárgyalhassunk a nagy gyógyszergyártókkal. Most tudják mit? Megkaptuk. Levittük 35 dollárra az inzulin árát $400 helyett, nem több mint $2000 minden idős embernek, függetlenül attól, hogy mennyi receptre van szüksége. Tudja, hogy ez mit eredményezett? Ez 10 év alatt $160 milliárd csökkentette a szövetségi államadósságot, mert a kormánynak nem kell fizetni a túlzó árakat. Ezt minden végzős számára elérhetővé fogom tenni. Minden, ami most Amerikában történik, mindenki meg akar szabadulni ettől. Gondoskodom róla, hogy legyen gyermekfelügyelet. Jelentősen növelni fogjuk a gyermekgondozási hiteleket, biztosítani fogom, hogy tegyünk valamit az ólomcsövek és mindazok ellen, amelyek egészségügyi problémátokat okoznak az embereknek szerte az országban. Továbbra is harcolni fogunk az infláció csökkentéséért és azért, hogy az emberek megmenekülhessenek. Köszönöm, Biden elnök úr. Trump elnök úr most 2 perc áll rendelkezésére a záróbeszédére. Mint oly sok politikus, ez az ember is csak panaszkodik. Azt mondta, hogy ezt akarjuk csinálni, azt akarjuk csinálni. Meg akarunk szabadulni ettől, attól, adótól. De ő nem tesz semmit. Nem tesz semmit, csak bizonytalanná teszi az országunkat azzal, hogy emberek millióit és millióit engedi beáramlani. A hadseregünk nem tiszteli őt. Hülyének néznek minket Afganisztánban. Nem állítottuk meg az izraeli helyzetet. Ez egy olyan szörnyű dolog volt, ami soha nem történhetett volna meg, soha nem lett volna szabad megtörténnie. Irán le volt égve. Bárki, aki Iránnal üzletelt, beleértve Kínát is, nem tudott üzletet kötni az Egyesült Államokkal. Irán tönkrement. Nem volt pénzük a Hamásznak vagy a Hezbollahnak a terrorizmusra. Egyáltalán nem volt pénzük. Ismétlem, Ukrajnában soha nem lett volna szabad ezeknek megtörténnie. Mindezekről beszél, de 3,5 évig nem tette meg. A pokolban élünk, itt vannak a palesztinok, és mindenki más is lázadozik mindenfelé. Charlottesville-ről beszélsz. Ez 100-szor Charlottesville, 1000-szer Charlottesville. Az egész ország felrobban miattad, mert nem tisztelnek téged, és tisztelniük kell az elnöküket, de nem tisztelnek téged az egész világon. Amit tettünk, az hihetetlen volt. Újjáépítettük a hadsereget, elhoztuk a történelem legnagyobb adócsökkentését, a történelem legnagyobb szabályozás csökkentését. Azért vannak munkahelyek, mert csökkentettem a szabályozást, ami munkahelyeket adott, de egy csomó ilyen szabályozást visszarakott minden olyan dologra, amit eddig csináltunk, soha senki nem látott még ilyet, még orvosi szempontból sem. Jogunk van próbálkozni.
Nos, kipróbálhatjuk az űrkorszaki anyagokat, ahelyett, hogy Ázsiába vagy Európába mennénk, megpróbálnánk megszerezni, amikor halálos beteg vagy. Most elmehetsz és kaphatsz valamit, aláírsz egy dokumentumot. Már 42 éve próbálják megszerezni, de tudják, amit a hadsereg számára tettünk, az hihetetlen választási lehetőség volt a katonáink számára, ahol a katonáink ahelyett, hogy 3 hónapig várnának arra, hogy orvoshoz menjenek, kimehetnek és rendbe hozhatják magukat, felkészülhetnek és gondoskodhatnak magukról, és élnek. És ezért volt a legmagasabb a támogatottságom a veterán ügynökség történetében. Tehát mindezek a dolgok egy csődbe jutott országban voltak, de többé már nem fog csődbe jutni, újra naggyá fogjuk tenni. Köszönöm. Trump volt elnök úr és Biden elnök úr.